Sziasztok, ez a Mindenségit Podcast, a Kaptafából jelentkezünk. Nem lesz egyszerű a mai este, nem egy könnyű témáról fogunk beszélgetni, de azért, mint mindig, most is az életet próbáljuk ünnepelni. Ennek jegyében köszöntjük ma itt a Kaptafában Karsai Péter. Hello, Peti. Sziasztok. Szia. Petivel én régi, hát az túlzás, hogy barátok vagyunk, de jó ismerősök elég jó régóta, tavaly augusztusban olvastam egy posztot, amiben a bátyáról volt szó, Karsai Dániel alkotmányjogászról, bizonyára sokan tudjátok, hogy ő az a fiú, aki állás betegségben szenved, és amikor én elolvastam a posztot, akkor hát nem derült ki egyértelműen, hogy Daninak mi a baja, de az érezhető volt a posztból, hogy súlyos gond van bele. Akkor én felhívtam Pétert, és akkor tudtam meg, hogy pontosan mi az a betegség, amiben ő szenved, és már akkor átgondoltam, vagy felvetődött bennem az a gondolat, hogy meg kellene hívni Danit, illetve akár Pétert, és közösen beszélgethetnénk arról a helyzetről, hogy mi van akkor, amikor az emberről kiderül, hogy voltak épp halálos beteg. Aztán elvetettem ezt a gondolatot, mert úgy voltam vele, hogy kicsit ennek olyan hatása lenne, és úgy éreztem, mint hogyha valakinek a problémájából mi Gergővel ebben a podcastban nyerészkedni szeretnénk. És akkor el is vetettem ezt a gondolatot, de aztán néhány héttel ezelőtt láttam a 444-en egy interjút Petivel, és arra gondoltam, hogy a téma fontossága okán mégiscsak jó volna, hogy erről a helyzetről legalább beszélgessünk. Fölítem Pétert, és ő azt mondta nekem, hogy rendjén van, nagyon szívesen jön, de megpróbál a Danival beszélni, és hát ha összetudunk hozni egy olyan adást, amikor ők ketten beszélgetnek velünk. Mint láthatjátok, Peti egyedül van ma itt, volt egy lefixált időpontunk, úgy volt, hogy elmegyünk Dani lakására, és ott rögzítünk egy adást, még hogyha nem is túl hosszút, de legalább beszélgetünk, viszont sajnos az állapota ezt már nem teszi lehetővé. Jól lehet, nem sokkal később láttam, hogy a vasospályán azért kint járt, és kapott egy tiszteletbeli meszt. Úgyhogy mindennek előtt azt szeretném tőled megkérdezni, Peti, hogy hogy van a bátyád, és hogy vagy te most ezekben a napokban? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, Robi. Nagyon örültem, hogy végül ezt össze tudtuk hozni. Az lett az igazi, amit te is mondtál, hogyha ötödikén Daninál tudunk találkozni, és egy 20-30 percreig tudunk egy felvételt vele is készíteni közösen, de ahogy említetted, így objektív okokból ez sajnos már nem lehetséges. nagyon támogatom, és Dani is nagyon támogatja azt, hogy, hogy erről beszélünk itt, már csak azért is ugye a közös régi ismerettség barátságokán meg hogy amiatt is, a végből is, hogy amikor Dani ezt a posztot szeptember végén a Facebookon ugye megjelentette, és nyilvánosság elé tárta a betegségét. Nem is augusztusban volt? Nem, de augusztusban, te máshonnan hallottál erről. E, akkor ja. én meg is döbbent, akkor is egyébként valamilyen Facebook info jött meg. De akkor az még nem a dani a saját posztja volt. Valakitől szerintem te akkor azt hallhattad. Arról volt szó, hogy talán egy uh, uh, jiu-jitsu Dan vizsgát nem tudott letenni. Így van, pontosan, tök jól emlékszel, és ez júliusban volt, aha, teljesen jól emlékszel, és a, azt a nagy bátyám, aki ugye a ban jelentős eredményeket, érdemeket szerzett, ő jelentetett meg egy ilyet, amit nagyon sokan megosztottak, többek között én is, valószínűleg ezt láthattak, Igen. És abban a Dani volt így nevesítve, és a Dajnak a betegségéről tett egy nagyon rövidke említés a nagybátyám, hogy a fene egye meg, de hogy az élet közbeszólt, és hogy ő nem fog tudni elmenni sok Danig, mint ahogy ő nagyon Erre utaltam, hogy érezhető volt, Igen, hogy valami gebasz van. Valami gebasza. Gebasza. Igen, Igen, és akkor léptünk egymással kapcsolatban, hosszú évek után is beszéltünk Daniról. A... Dani, hogy van? A kérdésed egyik fele az erre vonatkozott. Sajnos nincsen jól. A betegség, amióta megtudtuk, azóta folyamatosan romlik. Nagyon rövid időszakok voltak, Tavaly 2023 első fél évében, amikor egy japán kezelésen vett részt, nem Japánban, csak egy Japánból behozott gyógyszernek köszönhetően néha stagnált hetekre az állapota, de aztán idő után ez megszűnt, ez a stagnálás is folyamatosan romlott, azóta is romlik Dani állapota. Ezt az egész testre vonatkozólag képzeljétek el. Egy ideig mind a két kezével meg tudta fogni a viszkis poharat, és gond nélkül tudott inni, egy után már csak jobb kézzel, és idő után pedig már itatnunk kell, etetnünk kell a Danit, és mindenben segítenünk kell. Ez a mai napi állapot, hogy Dani 24 órás segítségre szorul, amit egyébként elképesztő és leírhatatlan méltósággal és tartással visel, de, de ez de szörnyű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél tragikusabb emberrel nem történhet, mint ami, mint ami jelenleg vele történik, hogy teljesen épészsel és épp tudattal, épp lelkivilággal végigasszisztálja, hogy a, hogy a 46 napokon belül 47 éves teste elsorvad. És te ezt hogy viseled? Vannak rendkívül nehéz Részek. Vannak, amikor a legnehezebbek talán, amikor azt tapasztaltam, Dani, hogy amikor láttam mondjuk kettő hete, ahhoz képest nagyon sokat romlott az állapota, és akkor az olyan, én is visszahőköltem, hátrahőköltem. Én tavaly első fél évben nagyon sokat jártam Milánóba munkából kifejezőleg, és én relatíve ritkán találkoztam Danival. Az mit jelent? Hát minden héten, majd minden héten ki kellett mennem vasárnap vagy hétfő reggel, és visszajöttem csütörtökön vagy pénteken, és hétvégén akkor a családdal töltöttem az időt. Volt, hogy nem is tudtam felmenni Danihoz, mm -hmm. tehát hogy az olyan egy ilyen sűrű időszak volt, és akkor, amikor voltak így hetes kimaradások, és utána találkoztam Danival, akkor is, hogyha mondtam, hogy most már rollátort kell használnom, készülj fel, hogyha majd találkozunk, majd azért edöbben meg nagyon. Azért az dura volt látni, hogy a, egy 88 magas bátyám már egy rollátorra nehezedve próbál előre haladni. Ezek, tehát az állapot, fizikai állapot, romlások kapcsolatos romlások, ezeket nehéz volt így feldolgozni. De összességében meg az ember bele, bele ebbe a nadrágba. Tehát amikor ez kiderült annak idején, másfél éve augusztusban, akkor, akkor nem volt pánik helyzet, meg pánik hangulat így bennem vagy rajtunk. Lesokkolódtunk, nyilván nem ezt vártuk az élettől, de akkor nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy mit van előttünk egy teendő, akkor eleve térképezzük föl, pontosan tudjuk meg, mi a szarral vagyunk most kapcsolatban, mivel állunk szemben, és nézzük meg, mit lehet tenni. Péter, hagyd kérjek akkor valamit. Lehetséges, hogy ugye a Daniról elég sok cikk meg, meg szerintem a nézőink között is rengetegen tudják, hogy ő milyen küzdelmet folytat, és nem a betegségre gondolok, hanem hogy azért, hogy méltóságos körülmények között hagyhatja hátra a földi porhüvejét. Hogy elmondanád de azt, hogy mi az a betegség, és egyáltalán milyen jelek vezettek odáig, hogy kiderült? Ezt a betegséget, ezt ALS-nek hívják. Ezt a betegséget onnan ismerhetjük, vagy ismerhetik a nézők leginkább, hogy Stephen Hawking, a híres fizikus is ebben a betegségben szenvedett. Ez, ő hosszú évtizedekig. Ő hosszú évtizedekig. Tulajdonképpen a legkorszerűbb amerikai műszereknek köszönhetően és gyógyszereknek köszönhetően tartották úgymond idézi a mesterségesen őt életben. Ez innen lehet is leginkább ismerni ezt a betegséget. Mivel jár? Hogy, mivel jár? Ez izomsorvadás, a közismert neve. Tulajdonképpen azáltal, ez ne, neurológiai betegség, azáltal, hogy egyre kevesebb impulzust kapnak az izomrostok, nem tudjuk őket annyit meg olyan erővel használni, mint korábban, elsorvadnak. Tehát, hogy már önmagát elsorvasztja úgymond maga a test. Mik voltak az első jelek? Pont a hétvégén kérdeztem Danitól, hogy emlékszik-e, hogy mikor kezdődött ez az egész, és mondta, hogy igen. 2021. júniusában volt len Köveskálon a házunkban, és akkor fölkelt az egyik reggel, és a tarkójánál érzett egy, egy ütés, szúrás, nyomásszerű, hirtelen fájdalomérzetet. És az orvosa, mind a budapesti orvosa, mind a kaposvári orvosa, aki diagnosztizálta a betegséget, azt mondta, hogy nem tudunk túl sokat a betegség kialakulására, elektromos kisülés okozza. Na most ez annyi, mint tehát nagymamának falura, tehát hogy akkor ez mit jelent pontosan. Az elektromos kisülés az ilyen, egyszer csak adhok érzel valamit, amikor jó beütöd a könyöködet, és ú, de fáj, ez nem volt jó, ez az az érzés. És Dainak másnaptól kezdett el picit rángani az izma karjában, lábában, egy-két órát. De hát ezzel senki nem foglalkozik. Tehát egy sportoló, Ember, aki 90 kilós és hegyeket mászik a, ne a himalájában, nem foglalkozik azzal, hogy kicsit ráng az izmom a karomban, de aztán ugye összekapcsolta. Jöttek az apró problémák, hogy nem tudta az ujjánál, a hüvelykujján mutatójánál az izmokat hajtani, meg ott érezte, hogy valami nem oké. De még egyébként 2021 novemberében ő még levizsgázott barna övre azon ott voltam, igaz, már abszolút szabálytalanul nyomta a fekvő támaszokat, erről is van felvétel, ilyen kocsázó mozdulattal nyomta le az 50 fekvőt, amit le kellett nyomni a barna vizsgához. Már ez is úgymond egy kicsit gyanús dolog volt, de hát barna vizsgán az ember nem betegeskedik, hanem vizsgázik, tehát ott nem nincs helye ilyen panaszkodásnak. 2022. áprilisában mentünk Szőrény világvárosba, Baranya megyébe mm. szavazatot számolni Danival, és korán hajnalba ötre mentem érte a lakásához, és mondta, hogy segítsek, ha nem tudja becsatolni a biztonsági jövet. És akkor mi poénkodtunk is, hogy na majd akkor majd a vécézésnek is kell segíteni, mert minden, mert jól indul ez a hétvége. És mondta, hogy ne poénkodjál, mert ez nagyon kellemetlen, hogy most így érzem, nem tudom, nem tudom bekapcsolni a biztonsági jövet. De akkor még és nem és volt a diagnózis semmi, semmi nem csak nem valami nem stimmelt áll, vele. Az, Valami nem oké, de aztán ez elmúlt, tehát ugye a betegség első szakaszában ezek a tünetek, ezek abszolút hullámoztak, eltűntek, tehát aztán be tudta saját magának kapcsolni, hogy jöttünk haza Pécsre, tehát hogy így, vagy szőrényből, tehát onnantól kezdve meg, megint nem volt hetekig, hónapokig ezzel probléma, csak ugye ezek voltak azok a jelek, amik és akkor Dani júliusban, 22. júliusában kiment Norvégiába egy magas hegyi túrára, és ott jöttek az első komoly problémák, nem tudta becsatolni a túra hátizsákának a csatját. Tehát, hogy effektív volt ott a magas hideg miatt úgy reagáltak az izmok, hogy teljesen elmerevettek, és akkor már nem is tudta bekapcsolni, úgyhogy mondta abba bajta a túrát, lejött, hazarepült, és mondta, akkor viszont orvos. És akkor három héttel később ment, vittem le Kaposvára, ott négy napig vizsgálták, tényleg mindent, minden létező ezzel kapcsolatos vizsgálatot rajta elvégeztek, és akkor doktor úr augusztus 25-én csütörtökön elinktárta a diagnózist. Korábban még... 20... Ketten huszon... voltatok az orvossal szemközt? Igen, meg néhány ápolónő volt még ott ketten uh -huh. talán, úgyhogy így voltunk. Még ebben az évben Dani elment Budapesten is néhány neurológushoz, és ott fölírták neki a, a papírokra, amiket adtak neki, hogy hát ALS gyanú. És ezzel Dany nem foglalkozott, mert gyanúval nem foglalkozunk. Tehát jogászember, majd itt vannak a tények, majd akkor komolyan vesszük magunkat. De már erre voltak erre utaló, erre utaló jelek. Mi volt a reakciótok, amikor titeket, kettőtöket szembesített az orvos, hogy ez a probléma? Dani ott állt mellettem, és ő így így ahogy most én tartom a karomat, így ott állt, így, így kicsit így összegörnyedve, és így próbált kérdéseket föltenni, hogy akkor ez mit jelent pontosan, hogy, hogy mennyi időm van akkor hátra, és akkor mondta a doktor, hogy ahogy említettem, három-öt év szokott lenni az átlag. De hogy ismétlen, ez, ez ALS gyanú, és le is írtam, hogy 50%-os bizonyossággal vagyok én is erről meggyőződve, hogy ez az, ami... Úgyhogy mindenképpen kérjenek másod, meg harmad véleményt adott esetben ezek alapján, a vizsgálatok alapján, amiket elvégeztünk. Én, én akkor úgy voltam vele, hogy biztos, hogy nem. Tehát, vagy hogy, csak ő, gyanú. hogy, ez gyanú, hogy itt van mellettem a bátyám, aki hétszer járt Nepában, meg, meg szágúdozott a pályán, és gitározik, és menő jogász, és hogy, hogy ez úgy nem, ezt úgy nem láttam jönni. És és hát utána nagyon fölgyorsult minden esemény, tehát nyilván nagyon gyorsan elmutattuk még orvosoknak, mindenki azt mondta, hogy, hogy a leletek alapján ez egyértelmű, nincs is miről beszélni, nem is 50 hanem 95 A kérdés az, hogy milyen gyors lefolyású. És ezekből, az, ezekből a lépésekből Danit nem kihagytuk, hanem inkább úgymond úgy próbáltuk szervezni ezeket a másod-harmad véleményeket, hogy a Dani azért ebből nagyon ne vegye ki a részét, mert érezhetően nagyon megzuhant a következő napoktól kezdve. Tehát augusztus végétől, ő, ő, ahogy ő is többször nyilatkozta, ő, ő padlót fogott, tehát hogy ő teljesen a kút aljára került, egy hideg verembe, ahogy ő fogalmazott, és hát egy nagyon kemény kataton depresszióba zuhant, amit meg is értek. Mennyi ideig volt ebben a veremben? A napfordulóig, december 21-éig, akkor kisütött a nap. Ez egy nagyon kemény három hónap volt. Mi tudott a család ilyenkor csinálni? Annyit, hogy Dani ezt próbálta főleg előttem, meg barátok előtt is ezt a dolgot így leplezni. Tehát a munkahelyére nem nagyon járt be, csak nagyon-nagyon ritkán, amikor nagyon szükséges volt. Otthonról próbált dolgozni, inkább leosztotta a munkát. Én nagyon gyakran jártam át hozzá. Éreztem rajta, hogy nagyon lent van, tehát hogy ez most, ez most nagyon durva de még mindig a, a betegség feltérképezésének fázisában voltunk, próbáltunk időt is nyerni, őt amennyire lehet nyugtatni, hogy várjuk meg még azért, mert lehet, hogy lesz még lehetőség. Néztünk lehetőségeket Kínában, Japában, Indiában, Egyesült Államokban, Brazíliában, tényleg ahol lehet, mindenhol próbáltunk utána járni esetleges potenciális gyógymódoknak, de Elég hamar ezek a, ezek az ösvények, ezek Zsák utcába, Tudod, amikor uh, már megvolt a diagnózis, és a Dani lekerült a veremnek a, a mélyére, akkor nem beszéltetek arról, hogy mondjuk te meg ő, hogy most mit érez? Nem mondta neked, hogy fél, vagy hogy konkrétan mi az, ami, amit érez? De, mondta, hogy, mondta, hogy ez nagyon, nagyon, nehéz, ez, ez hirtelen az élete olyan gyorsan változott meg, ami, ami félelmetes. Hogy volt egy barátnője, akivel akkor egy éve jöttek össze, hosszú-hosszú-hosszú idő után lett a dojnak teljes mértékben kerek és teljes az élete. Hogy az egy dolog, hogy valaki jó menő jogász meg, barom jól néz ki, és hogy egyébként megteremtette magának az egzisztenciát, amit, amit kevesen mondhatunk el magunkról, 46 éves, 45 éves korunkra. És akkor mégis, aki szembe jön a, a balta, és hogy ezt, ezt, erre senki sincs felkészülve, ő, nyilván ő sem volt aki ráadásul sosem járt kórházban, soha nem volt sérült, soha, tehát neki ez nem volt ismert ez az állapot, hogy hirtelen kórházban van, és közönek van egy ilyet, hogy akkor, akkor, akkor most felolvasnánk a halálos ítéletet. Emiatt ő nagyon-nagyon-nagyon megzuhant. Igen, félelme, halálfélelme is volt akkor, hát ugye depresszió. Tehát ilyenkor a lehető legrosszabbakra is gondol az ember. Igen, azt nem mondtam az elején, de ugye mi is ismerjük egymást, hogy egy csapatban játszottunk a Budapest labdarúgó bajnokságban éveken keresztül, tök szép élményeink vannak. Dani hosszú táv, vagy futó volt, ugye? Az is volt. Rövid táv futó Rövid táv volt. futó, Igen. mert arra emlékszem, hogy a jobb, vagy középhátvédet játszott, vagy jobb oldalt, és úgy futott, mint egy gazella, de tényleg olyan a srác. Minden mellett küzdősporttól hegyet mászik, túrázik, mindent csinál, és szembe jön egy totálisan, százszázalékosan egészséges emberrel szemben a halál. A szüleitek, nagybátyátok, ti egy azért egy ilyen, nem kell szépíteni, egy polgári család vagytok. Igen. Öm, nagyon széles a kérdés, amit Robi most föltettél. Ugye sajnos édesanyánk már nem élő, már nincs velünk egy tíz éve, nincs közöttünk édesanyánk. Nagybátyáinkkal nagyon jó a viszony, nagyon szoros a viszony. Öm, édesapánkkal ez a klasszikusnak nem mondható apafia kapcsolat, de a, a igazán olyan apa szerepre vágyott édesapánk mindig, hogy nagyon tiszteljük őt, és az a fölnézünk rá. Nem volt az a, nem az a fajta apafia fia viszony van közöttünk, meg Dani és apuk között, meg közöttem apuk között, hogy három naponta feljük egymásra, akkor mikor ebédeljünk együtt. De Nagybátyáinkkal nagyon szoros a kapcsolat, mind érzelmi, mind minden téren. Ők is azonnal egyébként elkezdték a saját kapcsolataikat megmozdítani az ügy érdekében, hogy hát ha valakinek van olyan ismerőse, akinek van olyan ismerőse, tehát hogy ezt a vonalat beindítani, hogy valami megoldást találjunk Dani betegségére. De egyébként igen, abszolút egyetértek azzal, hogy ez a klasszik polgári család, ugye második kerületben, első kerületben, második kerületben nőttünk föl, itt a belvárosban tanultunk, de az aztán Győrben folytatta a egyetemen, ott végezte a jogi kart, de hogy ide kötődünk ehhez a polgári réteghez, ezt mindenképpen ezt aláírom. Akkor, amikor decemberben kijött a veremből, az minek volt köszönhető? dani ezt kérdeztem, hogy akkor mi ment végbe, előtte benne, előtte voltunk egy pár napot Debrecenben a feleségemmel, meg a két gyerekünkkel, ott egy wellness hétvégét töltöttünk el, és az, az relatíve jól sikerült. Igaz, akkor Dani már lehetett látni, főleg a járásán a jeleit a betegségnek, de, de az nem volt még nagyon, nagyon drámai. Igaz, akkor már fogyott, nem is keveset, kb. olyan 10 kilót addigra már fogyott, nagyon hirtelen. Ugye augusztusban még 90 kiló volt. 2022 Ez azért volt, mert nehezebben, nehez, egyre nehezebbé vált számára az evés? Étvágya sosem volt gond. Ugye izomból fogyunk a leggyorsabban, amikor baj van, és most volt baj, van baj, úgyhogy az, az tűnt el róla a leglátványosabban. Uh -huh. Daniban, ahogy ő fogalmazott, és ezt én is tapasztaltam rajta, hogy december közepén, a napfordulókor ő már érezte magán a betegségnek a jeleit, és ahogy a betegség testet öltött, így el tudta fogadni, hogy az, ami van, az az van. Nem nagyon tudunk mit tenni, viszont még itt vagyok, még van bennem ötlet, van bennem energia, meg azon kívül tíz éve gyitsuzom, tehát nem ár, hogy ne. És hogy akkor elkezdett benne dolgozni egy ilyen féle fajta őserő, vagy nem tudom mihez hasonló hogy ilyen kitartás is akarat, ami amit onnantól kezdve vitt végig. Azonnal új lakást keresett, hogy az akadálymentes legyen, be is költözött kettő héten belül, és elkezdte a különböző ügyeit elindítani, mint Strasbourg, és a többi, és a többi. Az életvégi döntés jogához való processzus elindítása, tehát, hogy őnek egy új cél fogalmazódott meg az életében, a hátralévő életében, hogy ezért küzdjön, az mennyire járulhatott hozzá ahhoz, hogy a veremből kijöjjön? Összefügg ez a kettő szerinted? Nagyon jó a kérdés. Amikor jöttünk föl Kaposvárról, 25-én augusztusban 2022-ben, nem beszéltünk túl sokat az autóban az a 200 km alatt. Dani mondta, hogy figyelj, Pete, nekem ezzel van dolgom ezzel az egészszel. Akkor ő és már tudta, hogy ezzel foglalkozni fog? Igen, és így ez nekem később állt össze, hogy akkor mit mondott, de erről ő is emlékszik. Ott mm -hmm. a kocsiban mondta, hogy milyen, mennyire meredek egyébként akkor erre gondolni, hogy megkapod a hálósítéletet, és közben az villan be, hogy te alkotmányogász vagy, úgyhogy akkor kapcsoljuk össze a kettőt. De hát ugye ez parlagon hevert hónapokon keresztül, napforduló decemberben, és akkor Dani-ban elindult ez a na, akkor viszont most tegyünk valamit a dolgokért, mert akkor mégsem vagyunk a verem alján, mert, mert a saját bajszomnál fogva kirántottam onnan magamat, és akkor kezdjük el csinálni. Nézd, tulajdonképpen azért is gondoltuk, hogy fontos erről a témáról beszélgetni, mert hogy amióta csináljuk több mint két éve ezt a podcastot, az volt a pláne erősödik bennem egy olyan gondolat, miszerint mi itt a nyugati civilizációban nagyon tabut, tabusítjuk a halált, nem foglalkozunk vele. Vannak más kultúrák, ahol uh, egészen másképp viszonyulnak a halál kérdéséhez az emberek, és mivel itt ennyire tabusítjuk, ezért uh, talán ez hozzájárulhat ahhoz, hogy nem is annyira tiszteljük, értékeljük az életet. Kevéssé vagyunk hálásak egyáltalán a létezésünkért, mint azokban a kultúrákban, ahol tudjuk jól és tudatosítjuk magunkban, hogy eljön a vég. Mit gondolsz arról, hogy bennetek, akik a saját bőrötökön érzitek a vég közelettét? Változott-e bármi az élet megítélésével kapcsolatosan? Én nagyon tetszik a kérdés. Picit visszakanyarodnék egy korábbi emlékhez is, aztán megválaszolom ezt a kérdést. 2013-ban a Nászutunkon voltam feleségemmel, és ott ért minket a hír, hogy édesanyám elhunyt. Tudtuk, mert nagyon beteg volt, hogy valószínűleg nem fogja megérni szegény, mire mi remély, hazaérünk. Ott kaptuk a telefonhívást édesapámtól, hogy, hogy egy reggel édesanyám elhunyt. Bár számítottunk rá, azért ez mégis egy szörnyű, ez egy szörnyű hír, amihez idő kell, hogy feldolgozzuk. Egy helyi úriemberrel mi nagyon jóban voltunk, Omárral, és másnap is találkoztunk vele, ő kérdezte, hogy most úgy látja, hogy kicsit szomorúbbak vagyunk az átlagnál, mondtuk, hogy mi történt. Mondta, hogy nagyon-nagyon szomorú, szomorú ez a hír. Majd rám nézett, és azt mondta, hogy de hát tudod Péter, ez az élet vele járója. És hogy most itt vagy az indiai utcának a partján, és hogy látod, hogy milyen szép. És hogy egyébként mi a hétvégén levágtunk egy tehenet, és abból három család fog most nagyon sokáig enni. És hogy egyébként a kislánya megtanult járni a múlt héten, és hosszasan sorolt azokat az apróságokat, amelyek mind-mind-mind az élet szépségeihez tartoznak. Hogy ezekkel a dolgokkal, hogy halál, igen, ez benne van a pakliban. Ez megtörténik. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogy ez egy nagyon szegény afrikai családnak egy egyébként nagyon szegény tagja mondta nekünk, és egy hatalmas tanítás volt zárójelbe zárva. Nagyon-nagyon-nagyon um, fontosnak tartom azt, hogy elkezdtünk beszélni erről, és nyíltan Dainak hála, meg ennek az ügynek is hála. Mert ez a kérdés az, amit főleg egy ilyen komoran depresszíven élő, szomorkásan élő lélek, mint a magyar, szerintem ez egy tipikusan olyan téma, amit extra módon taszítunk magunktól eleve csomó minden szar van, és magas az infláció, és Brüsszel, is minden bajunk van, hogy jó lenne, hogyha, ha ezzel már ne kelljen foglalkozni. De mégis Dani úgy tudta behozni ezt a témát a közbeszédbe, hogy lehet volna nyugodtan beszélgetni. Mert úgy egyébként ugye egy haldokló embertől halljuk azt, hogy beszélgessünk erről. Én csak ennyit kérek, hogy csak dumáljunk erről, mert Dani nem kért többet. Jó, most már nyilván ma már sokkal konkrétabbak az ő javaslatai megkérései. És ez egy ez egy nagyon fontos vívmánya ennek az egész történetnek, hogy elkezdtünk erről politikai hozatozástól mindentől függetlenül erről beszélgetni és nyíltan, mert egyébként már nincsen rossz vélemény, semmilyen szinten sem. Igen, én baromira félek a haláltól. Igen, de ezt Dani is mondta, ezt én is mondom, de valamitól jobban, jobban félek, attól, hogy elvesztem a méltóságomat. Ez azért egy fél fokkal durvább, mert ugye az egyiket fix, hogy elveszítjük, itt töten vagyunk ebben a helységben, mindannyiunk elő fog fordulni, reméljük minél később is, minél kellemesebb állapotban leszünk az utolsó két-három órában. Amitől nagyon félünk, a méltóság elvesztése. Ott voltam egy barátom a Daninál pár hete, mi nyomtuk le az estét, és Dani elkezdett nevetni a processznek, procedúrának a végén, és így mondta, hogy, hogy hát most nagyon-nagyon röhöghetnék el van, de hogy izé, hogy mi, hát éppen most belenkázunk, meg éppen most úgymond a legdelikátabb részét csináljuk. Ezen azt faszomat tudsz röhögni. Azt itt van az öcsém, meg az egyik legjobb barátom, és, és ezt csináljuk, és szerintem ez baromi vicces. Azt Úgyhogy ennyire féljünk a haláltól, és nem tudjuk, milyen messze van. Nem tudjuk. Nem is folytatom a gondolatot, mint el nem tudjuk. És hogy a Dani egy ilyet be tud, és azt mondom, még bőven márciusban volt, hogy ilyet simán be tud mondani. És így néztünk a jobbával egymásra, hogy ki? Azért ehhez kell valami. És ezt nem tudjuk arra kenni, hogy előtte ittunk három pohár viszki, tehát ez nem. Ez úgy Daniból így jött, hogy így, azért ez egy milyen jó dolog már. Azt megkérdeztem, hogy nektek van-e valamilyen uh, ilyen narratívátok a halára, amit hisztek, akár filozófiai, akár vallási alapon nyugó, vagy van egyébként valamilyen... Jó kérdés, és fontos kérdés. Vallás, vagy Isten hitetek? Ö, nincs. Én nem vagyok vallásos, a Dani sem tagja semmi, semmilyen felekezetnek, de a Dani magát vallásosnak tartja. Ő, vele nem szoktam beszélgetni vallással kapcsolatos ö, kérdésekről vagy témákról, de az egyértelmű, Dani-t elég jól ismerve, ismerő emberként, hogy, hogy a Dani hisz, hisz valamiben. Ugye a kérdés többször felmerült, honnan van a Daninak ennyi irgalmatlan sok energiája. És Dani mindig ugye elmosődik és mondja, de onnan föntről jön. Valahonnan jön. És én ebben, ha valamiben ebben hiszek, mert Dani elképesztő módon hiteles, hogyha azt mondja, hogy onnan föntről jön, akkor onnan föntről jön. Tehát, hogy az úgy önmagában egy két és fél éve állásban szenvedő, aktívan másfél éve állásban szenvedő embernél ilyen elképesztő mennyiségű energia, az valahonnan van, azt nem a Tesco-ban be a szatyorba. Nyilatkoztátok, hogy nem gondoltátok, hogy a történet ennyi pozitív dolgot rejt majd magában. Tudnál-e mondani olyanokat ezen kívül, mert ez, amit az imént mondtál, hogy egy ember, aki ennyire lent van, és mégis a saját sorsát ennyire szembe tudja nevetni, ez egy nagyon pozitív dolog, és ez az élet igenlésnek az egyik legcsodálatosabb megnyilvánulása. De mire gondoltatok, amikor nem tudom, lehet, hogy négy-négy ilyen láttam ezt a nyilatkozatot, hogy mi az, ami sok pozitív hozadékot jelenthet? tudsz e a ilyeneknek mondani? Nem állítanak meg az utcán, hogy hú, karsajúr úr, nagyon drukkolunk. Tehát ilyenek nincsenek, azért nem arról van szó, hogy már csak nagy és és sapkában mehetek az Aldiba, Tehát ez ilyen nincs. A o... után. Azt majd a valszeg igen. Jövét, jövét. Olyanok vannak, hogy a liftben, a liftben. Köszönnek, hogy maga, maga annak a karsainak, a valaki igaz, és akkor ilyen már volt. Ö, nagyon sok olyan megkeresés van Facebookon, Messengeren, ahol ilyen támogató üzeneteket kapunk, mm -hmm. hogy ha bármire szükségünk van, akkor nagyon szívesen állnak rendelkezésünkre. Ilyesmik, mm. ilyesmik vannak. Úgy összességében, amit tapasztaltam, és is, meg amit én is tapasztaltam, hogy amilyen szinten elindult a társadalmi diskurzus erről a témáról, olyan, ezzel egyenesen arányosan jön felénk a pozitív visszajelzés, hogy de jó az, amit Dani elkezdett, amit mi együtt folytatunk, csinálunk, ez az egész út, amit megpróbálunk kikövezni, ez milyen fontos, ez milyen hasznos lenne. De nincsenek tonnaszám megkeresések e-mailben, telefonon, ilyesmik nincsenek. De az összességében érezni azt munkahelyemen, hogy így nagyon pozitívan állnak az egész az emberek. Meg talán említetted, hogy jártatok, vagy jártok föl még meccset nézni, haverokkal hozzá. Abszolút, azok megvannak, ezek a szeánszok, Daninál megnézzük mindig a Fulham meccset, vagy, vagy, ha van valami más, bár nincs a fullennél érdekesebb meccs, amit megnézhetünk, akkor azt megnézzük. Külön élmény egyébként a vasos meccsekre kiárni, ahol, ahol ugye mindig mindig sok készfogás, meg vább ér minket, főleg Danit, és ez egy ilyen nagyon, az mindig egy nagyon pozitív élmény neki is. Azt elmondanád azoknak, akik nincsenek ezzel tisztában, hogy pontosan mik azok a premisszák, amiket szeretnétek elérni? Jelenleg két folyamatban lévő ügy van Dani kapcsán. Az egyik a Strasburgi beadványa, amit még tavaly novemberben tárgyalt a Strasburgi Emberjogi Bíróság. Ez, a, ez, az ügy már a döntéshozási fázisban van. Talán most májusban lesz döntés? Talán igen. Ö, sürgősségivel vette napirendre a Strasburgi Bíróság Dainak a beadványát, ami egyébként relatíve ritka, de de hát érzékelve, hogy ugye a beadványozó súlyos beteg, ezért mindenképpen ezt sürgősségivel tárgyalja az Ebbe jogi Bíróság. Abban is reménykedtünk, hogy már februárban, esetleg márciusban lesz döntés. Ez még nem történt meg. Ugye az irodát kettő héttel korábban fogják értesíteni, döntéshozáshoz számítva két héttel korábban fogják értesíteni. Mai napig nem kaptunk ilyen e-mailt, úgyhogy valószínűleg ebből május lesz. És hogyha a, a denői beadványát pozitívan bírálja el, akkor mi történik? Akkor valószínűleg ki fogunk nyitni egy nagyon jó viszkit, ez az első akkor az a következő lépés, hogy meg kell néznünk, meg kell várnunk, hogy a magyar parlament erre hogyan reagál. Attól függ, és ez egy nagyon, ez egy nagyon széles mesdje, hogy ha Dani, Daniék nyernek, akkor mekkorát nyernek. Lehet Strasbourgban kicsit nyerni, és lehet Britannia nagyot nyerni Strasbourgban. Nem, az mivel, mit mivel, nem vagyok jogász, pontosan nem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát én azt gondolom, hogy a, amilyen pontokat támadott, támadtak a Daniék meg a jogászai a Dani beadványában, hogy ugye itt a, méltó, a méltósághoz való alkotmányos jog, stb. stb. milyen mértékben sérül Dani esetében, és hogy ezt hogyan tudja a magyar parlament, a magyar törvényhozó szervek, ezt hogyan tudják úgymond orvosolni ezt a problémát Dani esetére vonatkozhatva. Egyébként több ügy van folyamatban, négy beadványozó, négy beadványozó van tudtom a Strasbourgban, ugyanezzel az ügyjel kapcsolatban. Hármójuk azt hiszem szintén állásbeteg, és van egy magánbeadványozó, aki... Mint magyar? Igen. Uh -huh. És hogy ezt az életvégi döntéshez való jogot, ezt hogyan tudja a magyar parlament, a törvényhozó szervek kikövezni, hogy ez megvalósul. De a hát sor. azt már láttuk, hogy itt Magyarországon nem nagyon mutatkozik nyitottság ez ügyben. De szépen fogalmaztál, Robi. Jelenleg úgy néz ki, hogy nem, de én ott voltam a parlamentben két hete, amikor erről, vagy három hete, amikor erről volt a nyílt, nem nyílt, zárt ülés, csak engem beengedtek. Ez ehm, volt éjszaka? Ez volt éjszaka. Utolsó metróval még haza tudtam menni. Hmm. Ehm, nem véletlen. Nem, hát persze. Ehm, attól függ, hogy Strasbourg hogy dönt, Mekkorát nyert nyerdani, kicsit vagy nagyot. És ugye ezt mondta is, azt hiszem a Répási Robert képviselő úr, hogy, hogy abban az esetben, hogyha Strasbourg, ahogy Strasbourg dönt, azt ők mindenképpen uh, tudomásul fogják venni és tiszteletben fogják tartani. Egy rendkívül diplomatikus válasz, ebből még lehet A és B is, de ugye elviekben ez kötelező a tagállamokra. Nézve, csak hát ugye nem lehet végrehajtatni a bíróságnak ezeknek a törvényeknek a bevezetését, megalkotását és bevezetését az adott országban. Ja, és abban az esetben, ha elutasítják ezeket a kérelmeket, nem hagyják jóvá, akkor az fog történni, hogy meg kell várnatok, amíg teljesen nullára leépül és fájdalma között meghal? Ebben az esetben igen. Tehát, hogy ez. Sajnos annyira szorít minket az idő, hogy még ilyen elképzelni sem tudom laikusként, nem jogászként, hogy ez hogyan néz neki. Május 20-án kijön a Strasburgi döntés, hogy Karsai Dániel maga román nyerte magát, és hogy minden, amit felsorolt a beadványában, maximálisan igazat adunk magának, és hogy maga megnyerte a Magyarország kormányával szembeni pert. Oké, okay. és akkor mi a következő lépés? Tehát, hogy akkor mindenki, meg kell látnunk a határozatot el kell olvasni a jogászoknak, a is, a a jogászainak is, és akkor kiderül belőle, hogy ebből mit is lehet kihozni mélységeiben. Ez az egészségügyi törvényhez kell hozzányúlni, stb. stb. a BTK-t is érinti, stb. Ez egy hiába, nagyon nagy. Hiába nagyom... kötelező érvényű a kinti Strasburgi döntés, lehetséges, hogy még évek telnek el odáig, míg Magyarországon ez jogszerűvé válik. Pontosan. Ez nagyon ígéretes. Igen, hát ö... 0-8, innen szép nyerni. Arról beszélgetettek a bátyáddal, hogy ö, mikor jöhet el az az időpont, amikor, ha egy ilyen lehetőség fennállna, akkor ezt a döntés meghozná, hogy akkor itt a vég? Csak nagy vonalakban szokott a Dani erről beszélni. Ő ezt mondta, nekem meg ez talán ezt is nyilatkozta, hogy amikor már nem tud az unoka öccseire mosolyogni, akkor, akkor, az már egy olyan szint, amikor már így, így akkor már nagyon elgondolkozni, hogy kell -e ezt folytatni, hogyha a kezében van a jogosítvány. Ha már nem tud, nem tud beszélgetni a barátaival a mesnézés közben, ha már nem tud elsütni egy jó kis szóviccet, igen, akkor, akkor, is már éjjel tűnődne megszűnik a kommunikáció. Tehát ha már csak pislogni tud, mert ugye pislogni azt mindig fog tudni. Öm, akkor, eltűnődne rajta, hogy mi értelme ennek. De már ugye most is azt mondhatani, a ma reggeli RTLS nagyon jól összevágott 10 perces kis videóban dani arról beszélt, hogy, hogy már minden perc fáj. És ezek, ezek elég jelentősen mély jelek. Hogy, hogy akkor ez azt jelenti, Daniel, hogy már úgy, úgy kezd neki nagyon betelni a cipő, hogy már alig-alig tud valamit, mondom magától. A fájdalmat, azt itt, ha jól tudom, nem fizikai értelemben értjük. Daniel, Vagy vannak neki fizikai fájdalmai? Dani azt mondja, hogy az izomgörcsök, izomrángások, azok fájnak neki. Elviekben, amennyire ismerem az ALS-t, az fájdalommentes. Én is De, úgy de. tudnak olyan görcsök, hasgörcsök, izomgörcsök lenni, ami nem is tudok mihez hasonlítani. Ugye, tudjuk, hogy miről szól egy izomgörcs. Nagypályán 92. perc környékén időhúzás szempontjából van ilyen. Nyilván teljesen más kávéház. Dani esetében ezek nagyon komoly, ilyen teljes lávmerepségig hatoló, szörnyű érzés lehet. De konkrét ilyen fájdalom nincs. Dani a kerekesszékben ül, el van, olvas, tévét néz, meccset néz, eszik, iszik új-új el van. Szerencsére én nagyon ritkán tapasztalom nála ezeket a konkrét fájdalmat, amiről Dani, Dani, beszél. Hm. Van mellette egy állandó ápoló, Viktor, ugye? Több is, Ákos. Vagy Ákos, bocsánat. Ehem. Ehem. Ákos egy, egy, egy fantasztikus legény. Dani találta egyébként így májusban tavaly egy egy hirdetést adott föl egy ilyen csoportban, ápolót keresett, és Ákos volt az egyetlen, aki jelentkezett. Ő az, aki legrégebb óta van, és ő úgymond a stabil ápoló Dani mellett. És mivel már egy olyan hónapja már 24 órás ápolásra szorul Dani, ezért Gyere. vannak mellette több ápolók már, mert hát ugye mindenben segíteni Danit az iszonyatosan megterhelő feladat, ezért Ákost is muszáj tehermentesítenünk, akár milyen jó is, de muszáj néha távol tartanunk Danitól, mert muszáj pihen pihennie. Hm. Van még valami, amit egyedül el tud látni? Nincs semmi. Mindenben segítségre szorul. Tulajdonképpen. M Mit tud még magán mozgatni? Semmit tulajdonképpen. A fejét tudja forgatni? Tudja, igen, tudja a fejét forgatni, de nem mondjuk nem tudja feltolni a szemüvegét. Uh -huh. A Hawkinsnak voltak mindenféle technikai segédeszközei. Ezekkel, ezekre nem lehet valahogy igényt tartani? Vagy nem tudnátok ilyesfélében az ő életminőségét javítani? Danyanak ugye van ez a fejpálcája, a varázspálcája, hogy Igen, látjuk videóban. Igen. Azzal néha, amikor jó formában van, akkor azt így használja, és akkor így tud írni ő maga e-mailt, vagy egy-egy rövidebb üzenetet így meg tud írni így interneten van -e ugye ez a szemmel irányítható cucc. Igen, arra gondoltam. Dani azt mondta, hogy ő azt kipróbálta, de hogy neki az nagyon nem, nagyon nem jött be. Lehető valószínűleg nem volt túl sok kenyere megtanulni rendesen ezt használni, és ezért inkább visszatérte ez a jó kis poroszos pálcához, lehet bólingatni, mint meccsen annak idején, és akkor ezzel ugye el van. Hogyha izomsorvadásról beszélünk, akkor elengedhetetlenül meg kell kérdezni, hogy a belső szervek izomzatát ez nem érinti? Például a szívet? szüvet, nem? Mely... Az hogy lehet? Hát nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt kapnánk, hogyha erre a kérdésre tudnánk válaszolni. Milyen Jó, kurva érdekes, nem? Agyap... Gondolj be, hogy az életnek az egyik legfontosabb, az élet fenntartásá. Meg a légzőizmon. Az Elnége. is, dehogy, hogy legutoljára a légzőizmokat kapja mm. De hogy a picsában van? Ez olyan, mint hogy egy ilyen direkt kinszenvedés véget találta volna ki a természet ezt szerintem Dan így fogalmazta meg, hogy ezt így, így ilyen rejté, hogy ezt hogy találhatta így ki a sors. Hát érted, mert így... hogyha a szíved meg a szerved a két utolsó olyan izomzat, ami még működik, csak azért, hogy a lehető legvégéig elmenj, ez egy rohadt És ugye az késziség. agyat, az agyat, és ugye a nemi szervez sem. Na, úgyhogy te lehetsz a király még a végén, de nem akarsz. Bazd meg, azt a kurva milyen durva betegség ez. Nem, ez ilyen, ez rémisztő. Tehát, hogy ez így belegondolni, és Dani megkapta a feketővet az egy dant január végén, és hát nagyon kemény harcosok voltak ott nagybátyám mellett, akinek tíz danja van, és a teljes vezérkar úgymond ott volt, többen a Technek a kiképzői, akiket nagybátyám képzett ki, és ott álltak a falnál, és és majd, hogy nem mindannyiuknak remegett a válla, miközben az átadás történt. Ezek a kőkemény csávok, akikkel nem akartok találkozni éjjel kettőkor a kivilágítatlan sikátorban, ők, ők rajtuk is éreztem azt, hogy ez nagyon megrendítő ezt tapasztalni és látni, hogy Dani, aki azért egy Danig eljutott, és hogy ott ül, de kvázi már maga tehetetlenül, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény dolog ezzel szembesülni, ezt látni kívülről is, és látni kívülről ilyen nagyon nagy harcosoknak az, hogy van itt valaki, aki kicsit kisebb harcos, mint ők, de mégis mekkora tartással küzd meg ezzel. Tíz percig se bírnék a Dani bőrében lenni, tíz-öt se. Most ezt gondolod, de nem lehetséges, hogyha ott vagy, akkor olyan energiát kapsz valahonnét, lehet, hogy föntről, akkor kapcsolódsz hogy ezt meg tudod csinálni? Nem akarom kipróbálni. Ne öm... Olyan gondolatod nem volt, hogy ö, vannak ilyen szoros családi kötelékek, amikor az ember így azt gondolja, hogy jaj, de szívesen átvállalnék valami fájdalmat tőle. Ez gondol... De ez de, ezt gondoltam. Ez szekem többször így megfordult. Ö, nyilván kétségbeesésemben, meg tehetetlenségemben, hogy, hogy Dani annyi mindent csinál és tesz, és ráadásul, hogy, hogy milyen bölcsé vált a Dani. ezt kell, hogy mondjam, ezt én magam is tapasztaltam. Nem, volt, nem voltak mindig ennyire magvas gondolat, korábban. De mire gondolsz, nem. milyen jellegű bölcsesség? Mindennel kapcsolatban, mind, mindennel kapcsolatban. Ugye ez, ez, az életvégi döntéssel kapcsolatban, és ahogy ezt kommunikálja, hogy ez senkit nem akar leuralni az ő véleményével, az ő álláspontjával. Beszélgessünk róla. Nincs semmi baj, ha te úgy gondolod, hogy nem. Én még fél lábbal, fél szemmel, fél fül elé nyomni akarom, már pedig nincsenek életvégi döntések, semmi gond, csak beszélgessünk róla. Minden, te teljesen mértében kinyílt az oldalinál, mindenfajta véleményt befogad, érvel, ellenérvelések, és minden kérdéssel kapcsolatban csak a, a bölcsesség jön belőle. A, a, pozitív bölcsesség, a, a, és nem az okoskodás, hanem a pozitív. Ezt valószínűsítem, hogy ez pontosan egy olyasféle tulajdonság, ami a betegség okozta következmény. Biztos vagyok benne, hogy igen. Ez, ez tuti, hogy, hogy a Daninál ez a fajta nem párfordulás, hanem inkább szintlépésnek mondanám uh -huh. e tekintetben. Ez valószínűleg a betegségnek tudható be, meg úgymond a betegség tudatnak, úgymond ez a ez a pozitív hozadéka. A, ezt nagyon sokan mondták itt családon belül, meg, meg, nagyon közeli barátok is, hogy Danival korábban betegség előtt rendkívül nehéz volt vitatkozni, mindig remegett a lába, mindig volt egyféle fajta olyan vibrálás, zizgés vele, hogy úgy nem lehetett úgy igazán kötetlenül felszólt a jót beszélgetni vele, mert mindig jött egy beam, egy vélemény, az fassakat beszélsz, nem úgy van, megmondom, hogy az én ember, ezért ez hülye, ezért ment az érvelésnek nevezett valami ami úgy megszoktunk hát meg a... Meg jogász, meg hát jogász. Mindig az, meg neki a, van igaza. A Dani ilyen, meg ő tudjuk, hogy nem, 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 nem kezdte úgy foglalkozni, meg persze ez így oké. Okay. De az elmúlt másfél évben ez teljesen megváltozott, és Dani lelassult, így, így a betegségnek betudhatóan vissza kellett váltani a 5. fokozatból egyesbe és, és sokkal többet tud figyelni a környezetére, őszintén és mélységében tud empátiát gyakorolni, ő, akinek a legnagyobb szüksége van rá, és ezek nagyon, nagyon érdekes folyamatok meg, meg tapasztalások Dani kapcsán. Tudjátok, mióta általatok ez, ez az ügy és az a téma ennyire bekerült a köztudatba, én megmondom nektek őszintén, hogy azelőtt én nem gondolkoztam ezen, és próbáltam valahogy magamban azt így, így helyre rakni, vagy azon, azon gondolkozni, hogy mi szólhat amellett, hogy ha az embernek, az embertől megtagadják azt a döntést, hogy ő hozza meg, ő el, hogy mikor legyen vége az életének, hogyha beteg, és tehát, hogy létezik-e egy, erre egyáltalán egy olyan, olyan logikai uh, ilyen, ilyen sor, amit nem lehet vitatni, hogy hogy bizonyos esetben mi a jó döntés, hogyha mondjuk a jogrendszer engedélyezi ezt, vagy nem. És abban az esetben, amikor a halál elérkezte záros határidőn belül, és elkerülhetetlenül ott van, tehát száz százalékos, és, és az ember állapotának a romlásával jár, ami a legeslegjobb esetben is csak stagnálhat, de javulni nem javulhat már. Hogy milyen épeszű magyarázat van arra, hogy egy ilyen embertől bárki megtagadja a döntés jogát? Nagyon jó kérdés, és tulajdonképpen az elmúlt hónapok e körül a kérdés körül forgolódnak, amit most megfogalmaztál nagyon szépen. Ami ilyen érvelésekkel én találkoztam, az egyfelől egy ilyen számomra picit megfoghatatlan, úgymond a vallásnak a felhőjébe ágyazott érvelések voltak, hogy, hogy, az életünket a teremtőtől kapjuk, a teremtőnek is adjuk, stb. stb. És most még véletlenül sem bántanék meg senki hívőt. Ezek voltak azok az üzenetek, amiket én ebből dekódolni tudtam. Ezt egyébként a parlamentben is hallottam ezt a fajta érvelést, hogy mi, kik vagyunk mi, hogy mi életek fölött ember emberként dönthessünk. Uh, pont ott hallottad ezt? Igen. Hm. A, nagyon sok olyan, számos olyan példa van csak az Európai Unióból, Benelux államok, Spanyolország például, ahol van aktíve utanázia, és ugye Spanyolország ugye abszolút katolikus vallásos ország, és meg tudták oldani azt, hogy be, be tudták építeni az alkotmányba és a jogrendszerbe azt, hogy hogy az adott esetben az egyén élhessen ezzel a jogával, életvégi döntést hozhasson. Öm, nagyon, nagyon nehéz nekem öm, érvelni öm, érzelemmentesen ebben a kérdésben, hogyha valaki öm, nekem szegezi a kérdést, hogy mégis mi hogy üvünk ahhoz, hogy mi egy ilyen kérdéssel állunk elé, mert én Danin látom, tapasztalom azt, hogy ez már rendkívül nehezen összegyezhető a méltósággal, ami, ami az egyik legfontosabb szó ebben a beszélgetésben. Annak ez hogy elveszed a méltóságodat, és lehet, hogy lassan már nem is fogsz tudni beszélni sem, kacsintani, mosolyogni, akkor meddig tart a határ, amikor még azt tudom mondani, hogy ez még élet, mm -hmm. de három centi múlva már nem élet. Ez egy baromi nehéz kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ezt, hát erről szól a, Vita, ami, ami most ugye megy, ö, megy a felek, folyik a felek között, és ezért lenne egyébként nagyon jó, hogyha lehetne erről népszavazást tartani valamikor, hogyha úgy hozná a, a, a jó sorsunk, hogy lehessen erről népszavazást tartani. Um, én, mivel nem vagyok vallásos, és nem vagyok jogás sem, én földhöz ragadtabban állok ehhez az egész témához, ha a jog oldaláról nézzük. Daniék, amikor a jogászaival a beadványt elkészítették, véglegesítették, ők vizsgáltak külföldi, már olyan országban már működő jogrendszert, ahol ez be van vezetve. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy van olyan demokratikus alapokon működő Európai Uniós tagállam, ahol ezt már megcsinálták. Uh -huh. Ugye azzal érvel a kormányoldal, hogy oké, okay, ez öt ország, ha jól tudom, meg Svájc, az plusz egy, de hogy az összes többi meg nincs, tehát hogy sokkal több az országoknak a magasabb a száma azon országnak, ahol nincsen még bevezetve az aktív eutanázia, következésképp miért kell nekünk úttörőnek lenni. Én mm. azt gondolom, amit Dajnak is mondtam, és aztán az utolsó múlt török is ezt fel is vetette, hogy frak frakciónként egy képviselő az töltsön el egy homofist odainál, mm -hmm. és nézze meg, hogy mit csinál Dani. Mm. És Dani ezt megfogadta, felvetette, nyilván nem jelentkezett még kormány oldalról senki. Én szerintem ez egy nagyon hatásos, talán hatásvadászló hatásos módja lenne annak, hogy hogy kormánypárti politikusok is saját maguk megtapasztalják azt, hogy amikor majd dönteni kell erről, hogyha majd ezt erről dönteni kell, akkor azt fel tudni mondani, hogy ők, ők, ott voltak a Karsai Dánielnél, és megnézték utolsó heteiben, hónapjaiban, hogy bizony ez egy kurva nehéz feladat ezt csinálni minden nap, amikor ahhoz kell öt perc, hogy tudjál szólni, hogy Ákos! Na, azért ez masszív. Megmondom hogy most ahogy ezt elmondta, itt a vége felé egy kicsit a dű érzéseit vélem felfelezni magamban. Mert hogyha az bekövetkezne, amit az imént lefestettél, hogy, hogy uh, személyes tapasztalat útján egy döntéshozó átélje ezt, hogy miről fog majd döntést hozni, akkor valószínűleg szerintem nagy eséllyel, más lenne a hozzáállása ehhez a kérdéshez, mint amúgy, amikor személyesen valószínűleg nem érinti ez a valóság, ami, amiben ti éltek. És nekem ezért tűnik nagyon veszélyesnek az, amit pedig azelőtt mondtál, hogy, hogy ilyen vallás felhőjéből jövő, vagy onnan érződő üzenetek jöttek le, mert azért akárhogy is van, a vallásoknak egy szignifikáns részét sajnos a dogmák értetik, vagy sajnos, vagy nem sajnos, ez így van. Ezek megkérdőjelezhetetlen kinyilatkoztatott igazságok, amik egy nézőpont szerint igazak. De amikor az ember empirikusan átél egy bizonyos helyzetet, az egészen más, és számomra az egy kicsit kétségbejtő, hogyha az országban fontos kérdésekről ennek a nyomáhoznak döntéseket, hogy mi az, amit ők gondolnak valahogy, és nem az alapján, ami tényleg van. Szerintem ez, ez a szituáció egy jó példa erre. Hát valószínűleg téged nagyon vígan keresztre feszítenének a parlamentben, hogyha ezt ott elmondanád így a x tucat honatja, kormánypárti honatja előtt, ez maximálisan egyetértek azzal, amit megfogalmaztál. Ez, ez így van. Én azt gondolom, hogy a, az életvégi döntés az egyénre vonatkozik. Ez vallástól, hovatartozástól, mindentől független. Mm -hmm. Ezzel az alkotmányos jogoddal te élni akarsz, hogyha oda kerülsz. Ez nem jelenti azt, hogy a csővallásos vallásos Manny néni 94 évesen neki kötelező lenne ez a jogával élni. Csak egyébként neki is ott lesz tarsolyban. Tehát, hogy hogy beszéljünk arról, ami ténylegesen van. Dani egy alkotmányos jogért küzd, mm -hmm. amely alkotmányos jogért ő, ő ezt követeli, hogy ez neki legyen. De ez nem jelenti azt, hogy ezzel mindenkinek élnie kell. Tehát, ha te vallásos vagy, és te abban hiszel, egyébként szíved, joga, és ezzel semmi probléma nincsen, attól nekem, Daninak, itt nekünk ebben a szobában, ne kelljen úgy élni, ahogy, ahogy te mondod meg nekünk, ahogy kellene élni. Mert mi sem mondjuk meg neked, mm -hmm. hogy hogy kellene élni. Ez szerintem ennyire egyszerű. Igen. Az élet jog nem kötelesség, ugye? Így van. Mi van akkor, hogyha ő most öngyilkos lesz, bevesz gyógyszert? Nem tud bevenni gyógyszert. Aha, ez a nagyon nehéz, igen. maga ezt nem tudja elintézni. És Dani biztos, hogy nem lenne öngyilkos. Hogyha most a Dani kipattan a kerekesszéből, és azt mondaná, csak poénkodtam, minden oké, akkor sem venné be a a gyógyszert Dani annál lényegesen bitangerősebb, és ha egy ilyen hegyet kimászott, ami három Monteverest magasságú hegy, akkor ha lenne is rá eszköze, ő ezt most nem tenné. Meg én ebből biztos vagyok. Ezt most a mai, mai napra mondom. Uh -huh. Mert a Dani mindig azt mondta, hogy ameddig vannak olyan események, egy adott 24 órán belül, amit, amit éltetheti, Fulem rúg három gólt a Tottenhamnek, és senki sem hitte el, mi azért igen. Vagy fölmegyek, és csak tegnap voltam egy öt percet nála, és valamit mondtam, a Dani ezen elkezdett röhögni, és az Ákos engem elküldött, mert azonnal hasgöcse lett a Dainak. Úgyhogy ha ilyenek vannak, akkor Dani nem akarja bevenni azokat a gyógyszereket. Még biztos, hogy nem. Megint meg kell kérdezem, hogy akkor el tudjátok képzelni, hogy mikor jöhet el az a pillanat, amikor azt mondaná, hogy ha itt a lehetőség, akkor én ezt megtenném? Lehet, hogy lesz. Hogy mikor lesz, azt nem tudjuk. Milyen esetben? Eh, hogy már, ha már, semmi, de semmi nem lenne ő az ő életében, ami őt minimálisan őt és a környezetét boldoggá teszi. De az a legfontosabb, hogy, hogy ez a kettő dolog, ez kéz a kézben járjon. Tehát, hogy ő, amikor elsüt egy iszatosan szörnyűséges szóviccet, akkor azt nem azért süti el, mert, mert csak neki jó, hanem azért, mert, mert, mert másoknak is jó. De úgy látom, a helységben ma más igen, is, a a is Olyan jó szemed van igen. a Szóvicz tényleg, igen. tehát, hogy, hogy, nem mindenkinek jó, ez tény, de akinek jó, annak nagyon. Igen, és hát a én nagyon-nagyon maradandó volt a csak egyet hadd mondjak el, és akkor talán picit lazulunk, ez az... néztük, nem, de ez csak az az egy, és többet tényleg nem, mer, mert akkor Úgy is kívánom. egy, egyet. Ne vágd ki, nem lesz rossz. Néztük az egyik Fulem, a Fulem Aston néztünk, kikaptunk, persze, és, és mondom a Dainak, hogy, hogy figyelj már, hogy egy, 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 egy csaj vezeti a meccset, és én mi nem láttam ilyet, hogy Angliában nagypályás meccset egy hölgy vezet. És a Dani mondta, hogy rám nézett, és azzal a, az a geci mosolyával el fogja csajni a meccset. Attila, helyesen búlva. Approved. Akkor ezt így vágt ki, Robi. Azt akartam én kérdezni, hogy amikor említetted, hogy az olyan európai országok jogtörténetének ezt, ezt a részét, hogy, hogy, hogy ugye Dani kutatták, vagy valami ilyesmit mondtál, ugye, hogy utána néztek, hogy ott hogy történt az, hogy alkotmányos jogot nyert az eutanázia, ez azt jelenti? Igen. És ezt, amikor uh, a, az Európai Bíróság elbírálja ezt a beadványt, akkor itt Európában az tökre kizárt, hogy precedensek után nézzenek, vagy, vagy ez hogy működik? Ez megint egy nagyon jogászi, jogászi terep, és, és én sajnos nem ismerem ezeknek a, ezeknek a részleteit. Ugye érvelt a bíróság gon a magyar állam oldaláról a kiküldött jogász, hogy volt Angliában egy nagyon hasonló per a Piti versus UK perben, ami nem feltétlenül a Dani ügyére vonatkozható per volt, de ők ezt hozták be. Tehát több ilyen per volt, mm. már de azért ezek mind azért különböznek egymástól. Öm, úgyhogy... Meg adaptálni kell a különféle tagországoknak a jogrendszeréhez. Így van, igen, igen, igen. Tehát hogyha ezt Strasburgi Bíróság elfogadja Dainak a beadványát, hogy az, hogy az életvégi döntéshez való jogot a meg kell adni, akkor ennek fényében kell a magyar jogrendszert adjusztálni. Ha valaki meghoz egy ilyen döntést, és szeretné véget vetni az életéről, hogy azokban az országokban, ahol erre lehetőség van, az hogy működik? Sajnos nem tudom a részleteket, hogy ez effektíve, gyakorlatban ez hogy működik. Beadnak ugye, egy injekciót. igen, van egy ilyen ö, igen. verzió is, ami kvázi teljesen az, az ahogy a filmekben is, amerikai filmben is ugye látjuk, hogy valaki kap effektíve egy injekciót. A kivégzések egy igen, része már ott úgy zajlik. Például igen, de van az, amikor tulajdonképpen csak oda van készítve egy, egy koktél, úgymond, és még annyi er ereje van az illetőnek, hogy a szívószállal megissza. Uh -huh. És akkor ez a vége. Egyébként Svájcban állítólag van egy olyan, mint egy ilyen kapszula, hogy beültetik, igen. Vagy egy űrhajó, és ott talán gázzal történik igen. A, igen, 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 a gyilkolás, de hogy elalszik voltak éppen teljesen így van. nyugalomban az Én Én is így, így, tudom, hogy ez Svájcban ez így van. És azt tudjátok, hogy arra mondjuk nekem magyar állampolgárként lenne arra lehetőségem, hogy mondjuk ezt Svájcban igénybe vegyem? Na hát ugye erről, erről szól ugye a népszavazási kérdés. Uh -huh. Hogy a BTK-ból emeljék ki azt a passzust, hogy, hogy barát vagy rokon, hogyha emiatt külföldre segíti az illetőt, akkor ne legyen az, hogy öngyilkosságban való rész, részvétel miatt őt uh -huh. ö, ugye perbe lehet fogni, uh -huh. és az egytől öt évig terjedő szabadságveszése. De hogyha jár. magától csinálja, akkor? Hát, de hogyha magától csinálná, akkor az azt jelenti, hogy még nem olyan beteg. Értem, csak hogy itt ebben van nekem itt a logikának egy kicsit olyan olyan bugdácsolása, hogy ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem áll jogodban meghozni ezt a döntést. Mert hogy ugye amikor te kimész vázba ott két egymás nem ismerő orvos csoport fogja megállapítani, hogy igen, neked nagyon súlyos bajod van, neked körülbelül kettő heted lenne hátra idézőjelben, úgyhogy rendben van, akkor ezt mi jóvá hagyjuk, és akkor, és akkor elkezdődik a folyamat. De hát ugye ez nagyon életszerűtlen, hogyha belegondolsz, hogy, hogy valaki így bekopogtat szürikben, hogy akkor most már nekem így elég volt, már mm -hmm. így szeretném ezt elintézni. Tehát ez, ezért nagyon vékony égen is táncolunk e tekintetben, hogy, hogy a népszavazási kérdésekről jó lenne, hogyha tudnának az embert, emberek véleményt alkotni, mert biztos vagyok benne, hogy az elmúlt fél évben annyian beszéltek, beszélgettek erről négy szem közt, vagy kocsmában 21 más mellett ülve, hogy tuti, hogy mindenkinek van arról véleménye, hogy legalább a BTK-t lehetne annyira, annyiban enyhíteni, hogy azokat ne büntessük, akik megpróbálnak rokonnak segíteni abban, hogy az életvégi döntést meghozhassák, külföldön az esetben Svájcban mondjuk. Igen, ebben a betegségben az a szörnyű, hogy az ember még annak a lehetőségét is elveszíti, hogy a saját a döntést meghozhatná, de hogy annak a kivitelezése az már meghaladja a képességeit. Az én nagymamám egyébként öngyilkos lett. A. Ö, olyan fájdalmai voltak gerinc problémákkal szenvedett, tolókocsiba kényszerült az utolsó éveire, hogy ő egy vándor színésznő volt, egy színésznő, és egy primadonna, és ebben a szerepben tetszeget egész életében, és ez nem tudta földolgozni, fogta meg, és bevette egy halom gyógyszert. 70, nem tudom hány éves korában. De meg tudta tenni. Egy olyan ember, aki úgy érzi, hogy jó volna véget vetnem a saját életemnek, de ezt nem tudom egymagam megtenni, hanem másnak a segítségére szorulok, és sajnos abban az esetben hogyha ez a segítség bekövetkezik, akkor büntetőfelőségre vonhatják az én segítőmet, Bilágos. az nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzet. Borzasztó. Ez nagyon, és egyébként annyi pontosítással hadd hogy, hogy Dani -nak a beadványal az életvégi döntésekre, az életvégi döntésekkel kapcsolatban, az nem csak az ALS-ben szenvedő betegekre vonatkozik. Mm -hmm. Tehát, hogy itt Bármilyen olyan visszafolytatatlan, súlyos betegnek a helyzetére vonatkozik, akik ezzel a döntéshez, ezzel a jogukkal élni szeretnének, adott esetben, hogy oda kerülnek. Ugye, háló istennek, relatíve kevés állásos beteg van, bár még így is rengeteg, főleg ahhoz képest, hogy COVID előtt meg COVID után mennyi lett, ez nagyon brutálisan, ugrásszerűen megnőtt a száma. Ugye, mind... erről majd térjünk ki. E, jó, kitérhetünk. Nincsenek sajnos bizonyítékaim, meg nem szeretem a kontaukat, se, de, de hogy azért ér, ér, érzékelhetően több ALS-es beteg van COVID-oltás óta, mint előtte. De e, azt gondolom, hogy e, erről is nagyon kevés szó esik egyébként a médiában. Hogy Én erről e, nem is hallottam még. E, ezt, nem, nem. Ez, e, ezt nekünk is orvos sok említették, hogy érdekes módon Covid előtt volt Magyarországon 150-250 megbetegedés, ALS-es típusú megbetegedés, azóta pedig 1500-2000. De Micsoda? én nem láttam még ilyen tanulmányokat, ezt én hallottam. Tehát hogy ezt egy kicsit csinyán bánok vele. Brutális szám annak arányában, hogy mennyi volt, mennyi lett. De még a 150 is brutálisoknak tűnik. Hát ugye ez az a betegség, ami láthatatlan betegség. Ugye als vagy, akkor relatív időn belül de már otthon vagy. Uh -huh. Ugye mindened működik, következésképp kórházi ellátásra nem nagyon szorulsz. Otthon vagy, rokonok próbálnak tenni-venni, érted? Itatni mindenki tud, megfürdetni mindenki tud, majd összeáll a, az öcséd meg a nagyi, és akkor segítenek és megemelnek, és tehát minden megoldódik, és aztán sajnos az illető egy idő után meghal, és, és véget. Ugye az ALS-es betegek e tekintetben nem látványos betegek, mert nincsenek ott effektíve mindannyian a kórházban, mert a lélegezhető gépre van szükség, de az otthon is megoldható. Más bajunk nincs. Persze most a peget beépítették Daninak, úgyhogy pegen keresztül tud már táplálkozni, de ez egy egynapos műtét, tehát hogy amiatt se. Minden más az oké, okay, semmit sem működik. De egyébként meg, Dani, Dani mondta, hogy egyébként már szeretem, a megkérdezik, hogy hogy vagyok, tök jó, vagyok, minden kurva csak csak als vagyok. És ez, és ez így igaz. Egyébként uh -huh. meg semmi baja. De nem nagyon durva, hogy mennyire álszent és nem tudom, milyen a, az állam, amikor vannak kormányképviselők, akik pedzegetik, hogy mondjuk a halálbüntetést azt visszahozná. Hát, és ezzel meg ez megágálnak. Mondok egy erősebbet, és remélem, hogy nem evezünk politikai vizekre, mert az sosem jó nem miattunk, hanem esetleg a kedves hallgatók, nézők miatt, Orbán Vitornak a fotós ALS-ben halt meg. Orbán Viktornál jobban ebben az országban senki nem tudja, hogy miről szól az ALS. És ugye ez egy kormány, ez, ez egy, egy személy által vezérelt ö, történet, bármi fontos kérdés fölmerül kicsiny hazánkban, arról egy ember dönt. Ö, tudom, hogy ez lehet, hogy ki fogod vágni, Robi, de Na, ez... Nem fogom kivágni. Ez, ez az a része, ami az egyik Számomra a legfurább és megfoghatatlanabb, hogy legalább annyi mért nincs megengedve Karsai Dánielnek, hogy egy népszavazást végigasszisztálhasson a Dani, hogy bakker, kitaláltunk egy ötletet, igen, az öcsém adta be, ennek az volt a jelentősége, hogy ezzel szimbolizáltuk, hogy ez nem csak a Daninak az ügye, hanem mindannyiunknak az ügye, ezért adtam be én, és hogy egyébként mellé álltak politikai pártok is, és hogy egyébként Orbán Viktor pontosan tudja, hogy miről beszélünk, a személyi fotósa ALS-ben hunyt el, és nagyon megrázta a miniszterelnök urat, erről is tudunk, hogy ez nem volt neki Én ezt egy... nem tudtam egyébként, hogy az ő fotósa ebben a betegségben szenvedett ugyancsak. De nem lep meg a történet konklúziója. Jelesül, hogy itt semmi más nem számít, csak az, hogy mit lehet politikai haszonná konvertálni. Az eladható, hogy ez egy keresztény, konzervatív, az élet szentségét szem előtt tartó politikai erő. Semmi más nem számít ez eladható, bitkettes magyarázattal ebből a politikai tőkét lehet kovácsolni. Olyan vizekre nem merészkedünk, ami, ami lehet, hogy a szívünknek kedves, de politikailag ingoványos. igen, azt gondolom, hogy a, a politikai arrogancia nem engedheti meg magának, hogy ilyen szinten egy, csak egy alkotmányogász ilyen szinten tematizálja és megmondja, hogy miről mit kell gondolni, miről mit kell dönteni, és hogy milyen irányba kell menni. Akkor sem, hogy egyébként valószínűleg ők is látják, hogy, hogy Dainak de facto full igaza van abban, amit ő Kér, és ő ezt csak saját magának kéri ezt a jogot. Nem nekünk, meg mindenkinek az asztal körül, ő magának követeli ezt az alkotmányjogos jogot. Nem akarok nagyon, uh, tehát ez a gondolattal le is zárnám szerintem a, a politikával kapcsolatos részt. Legutóbbi adásunkban Szatmári Őrs evolúció biológus volt itt a vendégünk, a, aki a Magyar Tudományos Akadémián tartott egyik előadása kapcsán beszélgetett egy nagyon magas rangú politikai vezetővel. És azt mondta, hogy tökéletesen tisztában van mindenki a mai magyar politikai uh, elitben azzal, hogy az emberi civilizáció az milyen szakadék felé rohan. De egyszerűen ők politikai okoknál fogva nem, engedhetnek, nem engedhetik meg maguknak, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak. Az a hatalomvesztéshez vezetne, és ők nem engedik el a hatalmat. Nekik ez fontosabb. És ez szerintem egy nagyon. Ö, szemléletes momentuma annak, hogy a politika nem az emberi, a, a, a közembernek az érdekeit célozza, hanem arról van szó, hogy a saját politikai tőkéjük, vagy pontosabban a politikai hatalmuk megmaradjon. Nem minket akarnak kiszolgálni, nem a mi érdekeinket tartják szem előtt, és nagyon tiszteletre méltó az a harc, amit a bátyját folytat, mert pontosan egy ilyen helyzetben, egy igazán ilyen ö, erővel felruházott vesztenivalója nincsen, így oda, oda ma vetem magam az oroszlánok elé, és ez szerintem egy csodálatos dolog. Igen, ez, igen, ez így van. Nagyon ne, nem is nagyon tudok ehhez mit, mit hozzáfűzni. Én, én azt gondolom, hogy ezzel, hogy jogot nem veszünk el, hanem jogot, lehetőséget, jogot csak adunk, ezzel én azt gondolom, hogy politikai vesztesség nincs. Én ezt az gondolom, szerint. de lehet, hogy nagyon naív vagyok, és ez nem így van, mert hogy azt gondolhatják a rendkívül kemény vonalas, nagyon vallásos, vallásos jobboldali törvényhozók, kormánypárti politikusok, hangadók, hogy már pedig, hogyha ez az életvégi döntésnek a keretei megvalósulnának, akkor ezek szerint mi már nem is vagyunk annyira hitelesen vallásos, jobboldali polgári párt. Fennet úgy, hogy sosem gondolkoztam még jobboldali fejjel, hitelesen. <laughs> Úgyhogy... Megengeditek, hogy egy filozófiai gondolatot gondolta, higítsam a politikai koktél. Van egy új kedvenc könyvem, aminek az a címe, hogy Erkölcsök és dogma. Albert Pike írta, hogy ha valakit érdekel, akkor keressen rá, azt a magyarul nincs, csak angolul. Ebben van egy olyan gondolat, ami a következő. Aki az igazság ellen cselekszik, egy ember, az ha ügyes és gondolatos, akkor nagy eséllyel el tudja kerülni a büntetést a cselekedete útján. Mi az azért járó büntetést el tudja kerülni, a megtorlást, amit saját maga akkor magára hoz, azt viszont nem fogja tudni elkerülni. És ez a gondolat nekem nagyon a vésődött, bevésődött, mert magad elől tényleg nem fogsz tudni soha elbújni. És azt gondolom, az olyan ember, hogy olyan emberek, és ez, nem, ez mindenhol van ilyen ember, és nagyon erős emberek is vannak ilyenek, akik kétségbe igazságok ellen mennek, és egy önkényesen és saját magát elvakítva alternatív valóság ban él, ami ráadásul egy csomó embernek rossz, szerintem önmagát pusztítja el. Egyszerűen nem tudok mást elképzelni, hogy, hogy az élet nem, nem folyhat így. Na gondoltam, hogy ezzel a könnyed gondolattal kicsit Lemelem a súlyt a politikáról. És <laughs> jó, egy 200 tonnát. <laughs> öm, én azt gondolom, hogy olyan szép gondolat. Öm, ennél én földhez ragadtabb vagyok. És az a baj, hogy 14 éve látjuk azt, amit látunk. Picike jóval, és nagyon sok öm, kifogásolhatóval ebben a 14 évben. Öm, én azt gondolom, hogy minden csontvelőig hatolóan, tudatosan zajlik és nem elvakultam. Uh -huh. Nem csak Dani kapcsán, hanem Dani ügye kapcsán, hanem minden más kapcsán kicsiny hazánkban. Most én is így a beszélgetés ezen fázisában kicsit én is pessimistában látom úgymond itt a, a dajnak a dolgait, hogy hogyan lehetne itt pozitív végkicsengést magunk elé felfesteni, de ettől függetlenül igyekszem benne, benne nagyon bízni, hogy ha majd ezek a nézhozási kérdések kúriának köszönhetően pozitív elbírálást nyernek, és lesz rá lehetőségünk kifejteni a véleményünket, meg hát a Strasbourg így majd olyan döntés, olyan döntés születik, ami nekünk kedvező, akkor esetleg majd valami kisülhet belőle, de nincsenek bennem illúziók, vaskosak, hogy itt majd aztán Kána áll lesz törvényhozás tekintetében. Az biztos, de figyelj. Uh, sok véleményt mondok, ne haragudjatok, de tökre azt gondolom, hogy ezekben az időkben, amik most, amiket most él az emberiség, uh, ezekben az időkben pontosan ezek a cselekedetek és ezek a szándékok, ezek a, ezek a munkák, ezek jelenthetik a kiutat. Szerintem. Ezek előre. Igen, és az örs ezt is mondta ugye múltkor, amikor beszéltünk vele, hogy hogy nem, hogy nem kell félni az újtól, mert nem nemhogy az hozhat jót is, hanem igazából lehet, csak, az csak az, az hozhat az jót. jót. És szerintem számomra az, ezek a dolgok, amiket ti is csináltok, meg amit a, a bátyád csinál, tehát nem tudom elképzelni, milyen milyen lehet neki, de valahol meg tudom érteni, hogy hogy ez az egész összességében az, hogy, hogy küzdhet egy ilyen dologért, ez fényt hoz az életébe. Ezért kérdeztem, hogy ez például hozzájárulhatott ahhoz, hogy a veremből ki tudjon jönni. Ez biztos. Hát ugye ezt ő ott a veremben találta ki, ott lent. Hogy ez volt neki a fogódzó, hogy akkor viszont itt valamit el kell kezdeni csinálni, konkrétan valami, valami történjen, ami mozduljon az ügyjel kapcsolatban. Az ügy pedig, mint az kiderült, ez a Strasburgi beadvány volt. De ugye eltelt három hónap közte. A Dani úgy dolgozott ezen három hónapig, december közepétől születésnapjáig, március végéig, mert ugye ezt akkor jelentette be szűkbaráti körben, senkinek ezt szót nem szólt erről. Hm. Ő ezen dolgozott magában, ő összerakta a mozaikokat, Aztán, a vázát, és amikor már kelésen be voltunk bassza a születésnapján, akkor mondta, hogy valamit szeretne mondani. Öh, és akkor uh. mondta, hogy megyünk Strasburgba. És mondtam, hogy a Isten. És mondom, hogy <suk> ez mi keveset ittott. <suk> és akkor ott voltak páram, foszis haverok, meg jogászok, meg egy páram még ott voltak, és és akkor így mondja, hát ne csináld, azért ez egy nagyon ez egy jobb ország ez. Ez nem, de Strasbourgba megyünk, nem a parlamenthez. Tehát hogy így ezt az a négy vetette föl, hogy ezt, ezt ott kell kezdeni, erősen kell indítani, úgyhogy Strasbourgba fogunk menni. Micsoda karakter van ez? Három hónapig kidolgozza az egészet, és aztán egy viszki fölött. Ez nagyon kemény. Igen, ezt, ezt, akkor így bedobta, és akkor nem is nagyon győzködte senki, tehát hogy meg már nyilván nem voltunk abban az állapotban, hogy győzködött volna bárki bárkit hatékonyan. ez volt március végén, és május közepén kérdeztem rá, hogy, hogy, hogy áll a dolgokkal, és mondta, hogy dolgozik rajta. Nagyon sok ö, ö, neves alkotmányogász, filozófussal beszélgetett ö, a beadvány kapcsán. Tehát, hogy az nem az volt, hogy Dani éjszaka az elemlámpa az akaró alatt irogatta titokban, mm -hmm. hanem aki tudott, fontos embert megmozgatott, mm -hmm. akinek a véleményére ad, mm -hmm. és augusztus 10-ére elkészült a nagy mű, és elpostázták a beadványt, hogy ez postán kell. Mostára... Tehát, fantasztikus. És ezt így. És aztán ugye az egész ment tovább, hogy örültünk, megvan a beadvány, és szeptemberben ugye kiderült, hogy elsőségével került, veszi napirendre a bíróság, és a körül volt, mert nem emlékszem pontosan, mikor ugye a dani a posztja szeptember végén, és Dani ezzel várt, amikor elsőségével vette az, az új bíróság napirendre az ügyét, hogy, hogy Pít, akkor megyünk Strasbourgba, jó? <laughs> Én is filozófikus vonalra venném még egy kicsit az a beszélgetést. Hogy sokszor szóba kerül itt nálunk a mindenségben, hogy mennyire fontos megtalálni az embernek az élet célját. És a dani az esete ez pontosan ezt példázza, tökéletesen példázza, hogy még akkor is, amikor az ember a legkilátástalanabb helyzetben van, hogy a talál magának egy életcélt, az milyen elképesztő energiákat és Erőt tud adni az embernek. És menjen élünk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi a saját életünknek a célja. És lehetséges, hogy traumákat kell átélnünk ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy nekünk végül is mi végre van itt útunk, feladatunk. Muszáj Danit idéznem, ha még nem is szó szerint. De Dani mondta, hogy jó pár hónappal ezelőtt, hogy milyen a szerencsés vagyok, hogy hogy alkotmányjogászként kapott el az ALS. Mit csinálnék, ha nem alkotmányogász vagyok, hanem fociedző. edző, és minden tisztelet a foci természetesen. Ö, és ez valahol tényleg a szerencse, a szerencsétlenség olyan a tragédiában, hogy, hogy Dani ezt a, ezt a fegyvert tudta, tudja használni, amit tulajdonképpen a, a, az élete szerelme, az élete hobbija, az alkotmányjog. Ebben a harcban. És bár, Robi a gondolatodhoz kapcsolódik, hogy mi az életünknek az értelme, Dani az 20 évesen megtalálta alkotmányok. Beült papimének az első alkotmányok órájára, és azzal jött haza, hogy Pit, én alkotmányogás leszek. Pont így történt, itt vagyunk 26 évvel később, Dani alkotmányogász. De az, hogy ezt Dani ki, ki tudta terjeszteni e, erre a piciny háborgó országunk, teljes területére ezt a témát, az szerintem már bravúr. Azt gondolom, hogy a mögött egy fantasztikus elmének a kreativitása és a pont úgy eltalált kommunikáció pont akkor, pont úgy megfogalmazza, az mind a, a, a betűje. Meg néha az enyém, mert én csak beírtam, amit Dani mond de az mind, az egész összes poszt, ahogy az történt, ahogy az ott le van írva az összes tévés megjelenés, az mind a műve, és hát lehet látni, hogy fél év alatt lehet egy ekkorát menni úgymond életcél gyanánt alkotmányogászként, halálos betegként utolsó hónapjaidat töltve. 2023-ban a magyar hangnál az évembere lett. Is. Ott is? Igen. Hol még? Hol nem? Hát um, HVG szerintem ott biztos. Ez igaz. Uh, RTL klubban is. Ilyen, ott nem szac... tudom, hogy az RTL-nek van ilyen. Szoboszlai Dominik a kanyarba se volt, ő volt a második. Péter, sorsban hiszel? Mondjuk a predestinációban, hogy ez így van megírva? Félek hinni benne, de valószínűleg hiszek benne. <gül> wow. <gül> Mert azt, amit elmondtál az előbb, hogy 20 évvel ezelőtt kitalálta, hogy ő megtalálja az életet célját, és az utolsó hónapjaiban kapja a lehető legnagyobb feladatot, ami aztán tényleg, ha nem is világot, de egy országot is lehet egy kontinens megrázó eseménysor, az azért eljutathatja az embert odáig, hogy higgyen ilyesfélében. Nagyon sok mögött a tudatos aktus. Tehát ugye én is nakik benne vagyok a sztoriban, tehát a dajnakas ügyét én fogom továbbvinni ha nem érné meg a döntést májusban, júniusban, áprilisban, amikor lesz, tudjuk mikor. Ez nyilvánvalóan egy nem kis teher, de azt gondolom, hogy mivel mindennel, amit a Dani képvisel, nem csak most az elmúlt fél-két évben, hanem amit korábban is, ahogy ő élt, ahogy a legközelebbi barátaihoz viszonyult, ahogy egyébként mindig mindent szívvel, lélekkel tett, tapasztaltuk ezt. Robi, látom, hogy mosolyogsz. És egyébként úgy, hogy életében egyszer volt csak kiállítva a nagy pályán, Egyetlen egyszer. Eljátszotta a 11-est a csatár, és aztán mondta, amikor Danit keltettek, hogy bocs, csak eljátszottam. Tehát ö, ö, Dani mindent úgy csinált, ami számomra abszolút példaértékű, és én abban a szerepben, helyzetben találhatom magamat 43 évesen, hogy én a magam lényegesen szűkösebb szerényebb eszközeivel vihetem tovább azt, amit ő elkezdett és kvázi kikövezett előttem. E tekintetben, igen, mivel megélem már ezekben a percekben is a predestinációt, igen, hiszek benne. Hm. De ezek tudatos döntések. Én mondhattam volna azt is, amikor odainál fönt voltam szombaton, hogy figyelj, nem vagyok jogász, ez legyen valaki más, de nem, nem merül föl. Tehát Hogyha, hogyha, én ott vagyok Dani mellett, amikor kapostáron megkapja a diagnózist, akkor nyilvánvalóan nem létezhet olyan felvetés Dani oldaláról, amire azt mondanám, hogy hát nem tudom, tehát nem, 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 nem tudok elképzelni ilyet. De a Dani is tudja jól, hogy nem állna elő olyannal, amire én egy százalék azt mondanám, hogy inkább nem. Te el tudsz olyat képzelni, hogy a testvéred már nem lesz? Szoktál ilyeneken gondolkodni? Álmodsz róla? Nem álmodok róla, de eszembe szokott jutni. Eszembe szokott jutni, hogy annyi minden köt hozzá, annyi minden közös élmény, meg emlék, meg helyszín, meg minden, hogy arra gondoltam már, hogy majd, ha, ha megyek a fáj utcában, akkor tuti, hogy nem arra fog gondolni, hogy most el fogjuk kapni a győrt, hanem az, hogy a Danival még itt voltunk meccs. Tehát igen, ezt ez szokott eszembe jutni. Temetés. Ezt már Már? Igen, és mivel már beszéltünk róla, ez egy olyan része, hogy Danival erről tudtunk, tudtunk úgy beszélni, nem túlzok, mint amikor arról beszéltünk, hogy a munyisz, hogy bevert azt a második gólt a ellen, és nem, és nem túlzak. Mert, mert annyi minden van mögöttünk az elmúlt másfél évben, meg annyi minden van mögöttünk az elmúlt 44 évben, nagyon sok jó, nagyon kevés, nagyon masszív rossz, hogy azt gondolom, hogy ez a része, ez már olyan, hogy jöjjön, aminek jönnie kell kategória. Tehát, hogy ott arra kell csak koncentrálnom, koncentrálnunk, hogy minden úgy történjen, hogy szeretné, és ennyi. Úgy fest, mint mintha a halál közelsége az embert megerősíteni. Erősebbnek érzed magad? Lelkileg, meg úgy az élettel való harcban? Amikor jöttem idefelé, engem... Leütöttek? Öm... <laughs> én, én ütöttem. <laughs> én amikor jöttem idefelé, nagyon szarhangalban voltam, nagyon-nagyon fáradt voltam a mai nap után, de tudtam, hogy a ti közegetek az engem energetizálni fog, és hogy bár 6 hatkor keltem, mert 6.40-re jött a taxi, úgy voltam vele, hogy plusz Danitól érkező, Dani, Dani példája és Dani-tól érkező energia is engem egyébként mindig arra sar, hogyha ő a téma, akkor én sem érzek fáradtságot, ahogy egyébként Dani is mindig tele van energiával. Tehát én nekem ez a fajta példa az, ilyen nagyon pongyolán megfogalmazza, ami, nekem, ami engem mindig tuningol és mindig erőt ad megnézi az interjúidat? Szerintem igen. De nem nagyon szokta ö, kommentálni, csak annyit szokott mondani, hogy ö, jó volt, jól beszéltél, ügyes voltál. Tehát, nem, nem szokta így bőli tehát Meg párszor együtt is voltunk, tehát ugye akkor egymást láttuk, meghallgattuk. Nagyon sokat egyébként szerencsére nem voltam. A négy 4, -4 éves interjút elolvasta, párszor voltam így tévében, tehát, hogy hmm. Dani, Dani viszi a prímet. Tehát, hogy ez, ez, ez az ő bulia. És én, én ezt már a legelején öm, megbeszéltem vele is, meg, öm, meg a partnerével, Evelinnel is az irodából, hogy amivel tudom az egész ügyet segíteni, bármelyik ügyet, öm, nem jogászként, de legközelebb Danihoz álló rokonként, akkor én állok rendelkezésre is. Ez is, hogy mi itt beszélgetünk, ez is abszolút, abszolút ebbe a kategóriába esik. Daniról beszélgetünk, meg az ő ügyeiről beszélgetünk, meg sok minden másról is. Sajnos szóba kerültek a szóviccek is. Beszéltünk, vagy kérdeztelek a halál utáni helyzetről, a temetésről, mi van abban az esetben, vagy gondoltál le arra, hogy ha egy olyan, út, de durván, az jutott eszembe, hogy szerencsés helyzet. Milyen durva, hogy ez jut eszembe. Egy olyan szerencsés helyzet áll elő, hogy megadatik Daninak a lehetősége, hogy eldöntse azt, hogy oké, okay, nincs tovább. Egy ilyen helyzetben te azt hisztálnál-e egy ilyen processzusban, egy folyamatban. Ez átfutott a fejedem? Nem futott de tudok válaszolni a kérdésre. Üm, természetesen Dani a legfontosabb. Nyilván én nagyon óvatosan bánok ezzel, hogy mi a legfontosabb. Családos ember vagyok. Van egy gyönyörű, szép feleségem, két rendkívül rosszul viselkedő gyermekem, még rosszabb macskával otthon. De a, a, a dolgok jelenlegi ász szerint Dani a legfontosabb az életemben, mert szerencsére mindenki más Fú, jól van. Nagyon jól van. Ezért én azt gondolom, hogy ha a keretekere adottak, mint Egészségügyi, úgymond, mind praktikusági szempontból. Ugye nem tudjuk, miről beszélünk, mert nem tudjuk ez, hogy valós. meg. De, hogyha minden e, keret adott lenne ehhez, és a Dani azt szeretné, hogy én legyek ott, akkor én ezt megtenném gond nélkül vele. Mi iszonyatosan közel voltunk, vagyunk egymáshoz. Ez nem csak az elmúlt másfél évnek a gyümölcse. E, amikor nekem a térszavagom elszakadt 98-ban, Közép hátvédet játszottam, Dani csatárt, és az első ember, aki odajött hozzám, mindenkit ellökve, az Dani volt. És körülbelül 70 méterre volt tőlem a pályán, amikor nekem a térszalagom elszakadt. De azt hallotta, tehát hamar odaért. Oh. Um, um, sokan azt mondják, hogy milyen fúde, eklatáns példája vagyunk a testvéri szeretetnek, meg, meg mindennek. Én azt gondolom, hogy akinek van testvére, itt most a helységben van, akinek van, ez szerintem mindenkinél ezek a reflexek vannak és indulnak be, és nálunk ez csak felerősödött, ez a fajta köztünk lévő testvéri önzetlen szeretet, ami Dani és köztem van, még erősebbé tett minket egymás irányába, meg Robi kérdezte egy pár perccel korábban, igen, engem is erősebbé tett, kőkeményen. Tehát ha Daninak jöhet szembe a betonfal, akkor, akkor nekem is jöhet szembe a betonfal. Hm. Iszol velem egy viszkit? Aha. Van nikád barna? Pont egy ilyen japánnak? Az egészségügyi szünetben megkaptuk a viszkiket. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy mire ígyunk? Mit szeretnél? Az életre. Én is pont erre gondoltam, hm. hogy az életre. Csak azt hittem, hogy majd a Gondolkodtam azon, hogy talán az, hogy a bátyámra a, a méltóságos búcsújára, de az életre nagyon szép, nagyon jó. Gyerek, ígyunk az életre. Mindenképpen Egészségetekre. Egészségetekre, és köszönöm szépen a meghívást, a viszkit, a sört, a társaságot, a kérdéseket, mindent. Köszönjük, hogy itt vagy. De még nincs vége. Hmm, tud, tudni, Léka, azt szeretném tőled kérdezni, hogy nem azért kérdezem, mert hogy azt mondtad, hogy az életre. De mit jelent az élet? Mit jelent neked az, hogy egy ilyen élethelyzetben találod magad? Mit jelent apaként? És mit jelent uh, úgy, hogy uh, a gyermekeid, gondolom, virgonc kisgyerekek egyik oldalon, és akkor egy maga tehetetlen báty van a másik oldalon. Na az élet oldaláról próbálom ezt így, ezt így megfogni, amiről én úgy vélekedek, meg így is élem meg, hogy önmagában maga az élet, az egy elképesztően nehéz műfaj azt tolni 0-24-ben. Mert ugye általában keveset tudunk aludni, általában munkahelyen felcseszik az agyunkat, kikap a csapatunk, és úgy ott vagy a nap végén, hogy mi volt is a mai napon, ami jó volt. Ezért én Dani mellett is az elmúlt rövidke időszakban, másfél évben én azt tanultam meg, hogy összönösen tudok fókuszálni arra, ami, ami az élet jelentése számomra, ami nem a szenvedés, meg a küzdés, meg a úristen, de nehéz, hanem amik azok az aprók, a, apró pici jó dolgok, amik, hogyha Daninál fönt vagyok, és azt mondja Ákos, az ápolója, hogy, hogy hallod, eh, dainak akkor van jó hangulat, amikor itt vagy. Egyébként meg nincs, így csak így el van, de hogy akkor, amikor itt vagy, akkor mindig. És én ezt érzik, nem csak amikor ugye én bekerülök az aurájába, azt látom, hogy mosolyog, meg mosolyog, meg megy valami poén, meg valamiről beszélünk, mert nagyon sok mindenről kell egyébként is beszélnünk, és hogy ez mindig nagyon, nagyon eh, jó hangulatban telik, és akkor az Ákos megmondja nekem, hogy figyelj, ez csak ebben a 15 percben van mm. így hidd el. Ez, ez, nagyon jó érzés nekem, mert az azt jelenti, hogy akkor abban a 15 percben én Danihoz, meg magamhoz hozzá tudtam tenni valami megfoghatatlant, ami kettőnk között Danival van. Vagy fölkelek reggel, és, és amikor fölkelek, kinyitom a szemet, azt látom, hogy mosolyog rám a feleségem. Ez nekem egy olyan dolog, mondani se kell semmit. Hmm. Ez tök jó. Aztán kiderül, hogy valami tök máson mosolygott, csak éppen azt kaptam el, nem az, hogy engem hú, elképesztő módon szeret, hanem azt valami teljesen más dolgon, de a maga a hangulat érzése. Az, hogy, az, hogy a fiammal relatíve sokat próbálok gyakorolni az MLTC pályán, mutatni magam szegényes eszközeivel mit, hogyan kéne úgy művelni a labda, oda kerüljön, és megcsinálja, és megcsinálja még egyszer, és megcsinálja harmadszor is. Ezek olyan érzések, és láttam rajta az örömöt, a sikerélményt, hogy ez, ez, úgy nehezen tud ezzel sok minden konkurálni. Ezek az aprócska, aprócska dolgok a mindennapokban, a kurvasok nehézség közepette, amelyek, amelyek nekem azt az értelmet adják az egészhez, amit most a Robinak, Robi úgy fogalmazott meg, hogy élet. Van nekünk ebben a műsorban egy ilyen záró kérdésünk, ami úgy szól, hogy mit jelent neked a boldogság. És ezt most szerintem azért fölösleges neked feltenni, mert voltaképpen éppen megválaszoltad, hogy a boldogság az maga az élet. Mert te az élet szinonimájaként fogalmaztad meg azokat a pillanatokat, amelyek igazán boldogát tesznek. Ezek az apró, cseprő dolgok, és egyszerűen szerintem önmagában lehetséges, hogy most, most jutottam el a, odáig, hogy ráébredtem valamire, tehát heuréka. Egyszerűen élni boldogság. Ez így van. Én ezt, én ezt aláírom, és ezt nekem nagyon meg kellett tanulnom az elmúlt, elmúlt időszakban, hiszen hiszen több szerepben kell valamit nyújtanom, és ö, nincs csere. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy azt mondom, hogy most már 65-70 perc környékén vagyunk, most okay. már nézem, hosszú a pad, motor, valaki jöjjön be. Nem, itt, itt nincsen csere. De egyébként az fontos látni szerintem, hogy én nem dekkolok Dani mellett napi 24 órát. Hetek voltak, hogy egymástól 20 perc mi autóhúzja voltunk, de nem volt lehetőségem, lehetőségünk találkozni. Az egésznek inkább a terhe az egy nagyon sokrétű teher, de ugyanakkor meg ismétlem ez, ez, ez édes teher is. Rengeteg pozitív dolog van benne egyébként még most is, mert megkeressük magunknak, és, és ezeket megéljük így együtt de ettől függetlenül nyilván a szituáció rendkívül komplikált, rendkívül nehéz, de igenis kutyakötelességünk, kutyakötelességem apaként, kollégaként, barátként, öcsként megtalálni ezeket a pontokat, amit, amit életnek nevezünk, hogy mm -hmm. ez fontos, hogy ezeket megéljük, és boldognak is tűnjünk néha őszintén. Van valami, amit bánsz az életedben? én azt nagyon bánom, hogy, hogy amikor legutóbb Danival Londonban voltunk a Juton ellen, amikor megnyertük a Championship-et 7-0-ra az utolsó meccsen, és akkor, akkor én emlékszem a helyre, ahol voltunk Londonban, és arra gondoltam, hogy, hogy, milyen iszatosan szerencsések, és milyen jó életünk van. Ez 2022. május elején volt, hogy milyen szerencsés életünk van, hogy végül is egy évben többször megtehetjük, hogy kijövünk Londonba, viszkit iszunk, Guinness, a Fulem mindig nyer, mindig király, persze esik az első, meg itt vagyunk a szigetvilágban, de ez normális. És hogy milyen, milyen jó lenne, hogy ezt ilyen 75-80 as korunkban is meg fogjuk tudni majd tenni. És, és, három hónap múlva jött a hír. Ezt, ezt nagyon bánom. Mert, mert e tekintetben öm, Ettől nekem le fog szakadni a félkarom. Most még nem szakadt le, de, de nekem fel kell készülnöm egy olyan életre, 43 évesen, amire én biztos, hogy nem akartam volna felkészülni még egy olyan 40 évig, mondjuk. Ez bánom. Hm. Én nem hittem volna, hogy a dani -ban ennyi potenciál van, hogy ennyi minden van benne. Ugye nagyon sokat nem éltünk egy országban rengeteget sajnos ahhoz való képest, hogy milyen kevés adatik meg nekünk. Um, az, hogy Dani ilyen szinten forrott ki 47 éves korára, ez számomra uh, ezt mi nekem föl kell dolgozni. Ez, ez lesz egy rendkívül nehéz is. Nem azért, mert hogy ő lett a, a híres, jó menő jogász, én meg úgymond egy, egy, egy átlagosan zongora cipelő fogalmazzunk így, mert nekem az életemben, a családommal, minden más, ami sajnos Dajnak nem adott meg, teljes mértékben egésznek érzem a dolgot. Tehát, hogy én nekem azt gondolom, hogy nálam a fókusz más volt, mint hmm. dani nál. ráment erre, amire ráment, alkotmány, iroda, csapatja, nyeri az ügyeket, ő a valaki, idézőjelben. Viszont meg sajnos, a, amikor azt mondja, hogy neki az számít életnek, hogy az én fiaimra tud-e még mosolyogni, amikor ezt így mondta, akkor azért úgy pillanatra belém szakadt a gondolat, meg a levegő, meg minden, hogy a fene meg. és nem érzi úgy, hogy a Marci meg a Dávid az őkét gyereke, éljét és nehet, is persze, hogy nem, bár egyik Dávidnak a keresztapja, de nem tehát nem ez a megélés, hanem csak az, hogy ennyire közel van, közel érzi őket magához. Nem lesz kifutása... A, 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 gondolatnak. De, de igen, ezt, ezt a részét rendkívüli módon fogom így hiányolni, meg bánni. Az egész beszélgetésünknek ugye az volt az egyik apropója, hogy az élet szépségéről, nehézségeiről és személyiségformáló hatásáról beszélgessünk, és én azt hiszem, hogy a ti történetetek az azt kell, hogy bizonyítsa, hogy az életben jönnek kurva nehéz időszakok. Brutális traumákat élhet át az ember, és ezeken nagyon nem könnyű átmenni. De hogyha ezekben a nehéz pillanatokban is képesek vagyunk megtalálni azokat az apró örömöket, illetőleg képesek vagyunk ezáltal fejlődni, nem csak magunkba roskadva, sajnáltatni magunkat, akkor abból egy, 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 olyan, mint amikor egy pillangó a bából kinyílik, és lehet, hogy csak mint egy tiszavirágnak pillanatjai, pillanatjai maradnak hátra, de az egy csodás időszak. Én a beszélgetés alapján azt gondolom, hogy mindaz a nehézség, amint ti ketten keresztül mentek, tartalmaz egy ilyen gyönyörű, ám de rökke pillanatot. Szerintem maximális egyet értek ezzel, a, ezzel az összegzéssel. Ez nekem is hát abszolút ez a, ez a, megélésem. Bekerülsz egy ilyen sodorba, csinálod, mert, mert szavakkal nyilvánvalóan nem leírható kötelék fűz szeretet fűz a testvéredhez, és csinálod azt, amit eléd görít az élet. És én, amit nagyon megtanultam ebből, és ezt korábban sem állt tőlem távol, de, de Danit tapasztalva e tekintetben csak felnézni tudtam rá, e tekintetben is, az a mérhetetlen önzetlenség, és hogy a saját szerepének úgymond háttérbe tolása annak érdekében, hogy ezáltal is adni tudjon a közegnek. Ez, ez egy elképesztő nagy tanulás volt a részemről, és ez folyamatos, és ezt én viszem, viszem tovább magammal, ez írdatlan sok mindent, amit Danitól eleshettem, tanulhattam, ezek megfoghatatlan dolgok, és felsorolhatatlan dolgok, de ez a fajta Mindset inkább így mondanám. Ezt szerintem el tudtam tőle kapni, ezt kell nekem tovább finomítani, és vinnem tovább, ez örök hála neki érte. És hm. tanulnunk tanulunk tőletek. Gyertek. Én azt hiszem, hogy aki ezt a beszélgetést meghallgatja, az ö, meg kell, hogy tanulja szeretni az életet. És nagyon köszönjük, hogy beszéltek a Muszáj, hogy, hogy az ember gondoljon a halálra, hogy, hogy beszéljünk róla. És nagyon furcsa, hogy, hogy azáltal, hogy a halál tabú, sok más dologgal egyetemben, a, a jelenkor emberének az élete valahogy olyan keretezetlen, és kicsit ez egy ilyen civilizációs, kulturális deformitásnak néz ki, hogy az emberek úgy élnek, hogy nincsen egy igazi célja, nincsen egy kerete az élet felfogásuknak. Nem, nem tudjuk, azt hazudjuk magunknak, hogy halál nincs. Ez egy olyan határhelyzet, amit nem lehet elképzelni. Szerintem még akkor se, ha beszélünk róla. És nagyon érdekes, hogy a régi kultúrák mennyire máshogy hozzá a halálhoz. Hogyha azzal összehasonlítjátok, hogy mondjuk az egyiptomiak mit gondoltak a halálról, vagy valami tényleg ősi kultúra, arhaikus kultúra, akkor nagyon-nagyon máshol állunk, és ezek olyan dolgok, a, amikről ti beszéltek, többek között ez is, ami, amire szükség van. Meg kell újulni, ki kell törni, úgy gondolom. Aki ismer engem, az tudja, hogy ezt sokszor szoktam mondani, nekem a 17. születésnapon másnapján halt meg az anyám. Arra keltem föl, hogy sír az egész család, és nyilvánvalóan egy brutál trauma volt. De azt hiszem, hogy megtanított arra, hogy az életet mennyire kell szeretni. És hogyha ez nem történik, akkor lehetséges, hogy nem ennyire egy szentségként tekintek minden egyes megadatott napra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki találkozik a halállal, közel kerül hozzá, az persze kurva fájdalmas, de mégis szerintem sokat tud segíteni abban, hogy hálás legyen minden pillanatért. Srácok, nem akarok ilyen nagyon tra traumatikus végszót, de azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok, mert azért beszélgetünk ezekről a nehéz kérdésekről, hogy egyszer az ember, aki ezt meghallgatja, az legyen tisztában azzal, hogy azért, hogy most ezt az adást megnézi, legyen hálás, és ne csak nekünk. Igen, egyszerűen nagyon sokat beszélgettünk el a témáról, de azért a sztori végén nagyon könnyen összefoglalható. Átutazók vagyunk, és el kell fogadnunk azt, hogy elmúlunk, meg fogunk halni, és ne feledjük, hogy egyébként lehet közben boldognak lenni, megélni is. És Dani ezt mai napon is meg holnap is, holnap után is, bizony hogy fogja, hogy bizony lehet élni is. Én nagyon kívánom nektek, hogy ezeket a röpkének tűnő pillanatokat, ami még adatig, minél hosszasabban éljetek át. Köszönjük szépen. Köszönjük a munkátokat, és köszönjük mindent. Köszönjük szépen. <hül> Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy velünk voltatok. Karsai Pétert hallottátok. Vigyázzatok magatokra, és most álljatok föl, és hívjátok fel azt az embert, akit szerettek, és mondjátok meg neki. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Köszi pedig, sziasztok! Köszi, sziasztok! kövi partnerünk a Microsoft Kft